Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Vidámság, ugye most még? A helyszínünk a Budaörsi repülőtér, gyerekek! Az összes repülőgépes szakember azt mondta, hogy bármire. Ő kiül a szányra szék nélkül, kapaszkodik, egy dologra nem ül föl, a sárkány repülő. Halljunk egy jó motorreffentést! Milyen kis vigyókat látok lent a földön! Atya na ne basz, ne ne csináld, hülye vagy! Ember! Jaj, basz meg! Basz, itt több vagy! Iba, felemelkedek! Úristen, gyerekek, egy másodperc alatt! Mondja, milyen érzés! Nagyon ott vagy! Iszonyú király! Hiszen el, gyerekek, ezt látnotok kell! Nyolc perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hőmérséklet 12 fok, aszfalt hőmérséklet 28, de tök mindegy, mert fűről szállunk föl, annak pedig nem tudom a hőmérsékletét. A szél nulla. A szél nulla, és egy kicsit elkezdett beborulni, de hát itt repülési szakemberek egész pontos időjárási leírást tudnak kapni a Budaörsi reptérről és környékéről, hogy mi várható. Azt mondják, hogy eső nem. Onnantól kezdve nyert ügyünk van. Meg én most beszélgettem az AN 2-es pilótájával, mondta, hogy őt. Hát őt marhára nem zavarja, ha esik. És zavarnám. Hát zárva van a fülke. Így van. Mit érdekel? Kint hopog a jég, nem bent. Hát persze. Hadd menjünk. Rohadt vérszívók vagytok. De nem baj, mentek ti is. Menjünk. Mentek ti is, igen. Mikor kezdtek, fiúk, itt vagyok a helyszínen, 10-től vizsgázom, belehúzhatnátok. Oké. Okay. Akkor szavarjuk le fél tízig. Igen. Smiley jelen. Azt mondja, hogy milyen átjáróház van nálatok a hírek alatt. Búcsúzkodnak? Kérdezi valaki innen. Igen. A helyszínről valószínű nyilván látja, vagy pedig ugye az online közvetítésünket nézitek már, hogy sokan jönnek be. Igen, hát mindenki bejön, megölel minket, mond még egy-két jó szót, kimegy és nem jön többet. De nagyon őszinték igen. Egyébként, de valójában mindenkinek az utolsó mondat, hogy Balázs, akkor a két bringa lehet az ennyi. Az két olyan bringa, hogyha az bárki kapja. Az megvan élete végéig. Az soha el nem romlik. Igen, online közvetítésünk működik, megy már a Facebook oldalon, teljesen egyértelműen könnyen meg tudjátok találni, hogy hol van. És nagyon fontos hozzá, hogy legyen média playeretek. Tehát olyan lejátszó ablak média player, ugye? Értitek? Ja, világos. Tehát nem tető, nem ajtó, hanem ablak média player. Jó? Média player, ez egyfajta játék, ugye? Igen, ezt kell. A média az jelenti. Ablak, ablakok, ha értitek. Szóval, hogy ezt kell használni. Jó, ez nagyon fontos, mert nagyon sok SMS jön majd, hogy nem nyitja meg, nem működik az online. Érdemes megnézni, hogy mi van telepítve a gépetekre, csak akkor tudjátok lejátszani, ha ez van. Jó, aki azt állítja, hogy nem működik, az hazudik és az ellenség. Így van. Ő nincs velünk. Nem foglalkozunk olyan SMS hogy nem működik. Mi itt egyébként a kontrollmonitoron látjuk, hogy működik, működik az online. Sokan vannak rajta, de kellenek bizonyos feltételek, hogy ti is tudjátok nézni. Na, Bali, ne izgulj, tegnap futottam bele egy cserepogár rappa. 190 km/h sebességgel. Olyan érzés volt, mint a sörétesen lőttek volna rá. Majdnem leugrottam a gépről, veletek vagyunk egy motoros. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát ez a cserebogár raj, ez tulajdonképpen rád is, meg rád is, Jani. Tehát ez mindannyiótokra. Hát most mi, ha vannak 200-an, akkor vannak 60-an is, Feri. Csak mondom neked, hogy a Jani körülbelül 60 km/h fog közlekedni. Én ugye fölfelé indulok el, aztán meghúzatjuk a gépet, de az se lesz annyi, mint a 140! Hát bizony. A kutyafáját, ebből megpróbáltam kijönni. Sok pozitív dolgot nem tudok egyébként elmondani az előttem álló repülésről, illetve arról a sárkányról, amit áll mögöttem, és aminek direkt fordítok hátat. De veletek ellentétben én elmondhatom magamról azt, hogy előttem ülni fog egy ember, aki felfogja a cserebogarát. Tényleg. Ez egyébként így van. Na jól van, valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Azt mondjátok meg, hogy mit csinálnak a székemmel? De én látom az AN2-es, pont rálátok itt a Budaörsi reptéren, 8,5 méter áll a stúdiótól kis túlzással, mondjuk 20. De hogy folyamatosan ott a jobb oldalon valamit szerelnek még azon a széken, miért? Miért nem lehet ez? Nem készült el egy éjszaka, most már mindegy. Nézd, már lelazították, de Ari.
nézd már, próbálgatják a szakító szilárdságot. Én megmondom őszintén, de azt hittem, hogy poénkodik az Imre, amikor azt mondta, hogy meg akarja őket venni hátra kerti bútor. De akkor ezek szerint sikerült az adásvétel. Igen, valamit nagyon szerellek még ezen a széken. Valaki éppen az ankettes hátulján próbál lemászni egyébként. Gondolom, hogy az online kamerákat élesítjük még és szereljük, vagy hát legalábbis ebben bízom, hogy ott már nem a szék statikai szerkezetét világítjuk át egy röntgengéppel, hanem valamiféle online beszerelés megy. Te nem próbálod, de ők viszont lepróbálják, hogy hogy tudsz menekülni majd a gépről. Halló, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok. Tibi vagyok. Hello, Tibi, jó reggelt. Hello. Azt írtad, hogy gyáva madarak, játszunk egy utolsót? Milyen drága vagy. Igen. Igen. Kivel szeretné játszani, Tibi? Hát veled, Balázs. Tünci. Játékszűz vagyok. Igen, a héten még. Legalább is a héten. Jó, mit csinálsz, merre vagy egyébként? Budapesten vagyok a 22. kerületben, és direkt marketing koordinátorként dolgozom. Mm. Direkt marketing koordinátor. Ha? Megveszed, vagy pufámhoz? Ja, bocsánat. Ez a direkt marketing. Na, jól van. Mi van? Egy-egy? Igen. Egy-egy. Oké. Okay. Felkészültél? Persze. Felkészültél. Indítsd az órát, János. Ja. Miután kikerül saját maga hatása alól. Már minden gyúlok. Éreztem, hogy most a poéntól saját maga hatása alá került egy kicsit. Nem, jó volt. Fogalmam sincs. Az, hogy itt nincsen. Nem kell, hát a zene egy perc. A zene egy perc végéig. 3, 2, 1, fire! 65. Haló, itt vagy? Itt vagy még? Persze, itt vagyok. Gyulát mondtál, vagy hogy hívnak? Tibi. Tibit mondtál. Na, mi újság, Tibi? Igazából érdeklődnék, hogy mennyire van zaplem a kis popótba. Kösz a kérdést. Alakul. 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 Szerintem ez 9 után lesz igazán izgalmas. Addig inkább a fiúk izgulnak. Te ültél már repülőn, vagy repültél már? Ültem már repülőn, persze. Szeretsz repülni egyébként? Hát kevésbé. Kevésbé? Kevésbé. Nálatok milyen idő van? Mit látsz, ha felnézel az égre? Milyen az ég? Eléggé felhős az ég. Felhős? Persze, és ott Budaörsön esik? Budaörsön? Hát, csepereg szerintem valami. Nálatok esik? Csak borult. Csak borult. Jó, közben integetnek, de azt nem mondhatom ki, hogy mit integetnek. Már ki mondtad? Már mindegy is egyébként, igen. Nem, közben beintegetem, hogy nem esik az eső, mondom, jó, oké, látom, de azt nem mondhatom ki, hogy látom, hogy integetnek. Jó, megvan az ajándékcsomag. Jó? Szépen köszönöm. Ügyes voltál, végülis kiúsztad az egy percet. Nem voltál ügyes, nem. Mert kihasználtad azt a részt, hogy Balázs lelki egyensúlya megborult. Igen. A mai repülés miatt. Nem vagyok egyben. Maga alá temett az a lelki teher. Jó, azért nagyon szurkolok nektek, tényleg, tehát biztos, hogy nem lesz semmi gáz. Én is ezt mondtam a feleségem. Maradjál, mert neked is csak... De azért a biztosítást megkötöttétek. Egyébként jó a kérdés. Állítólag nem kell aláírni a nyilatkozatot. Bár ez innentől kezdve kicsit gyanús, mi az a nyilatkozat, amit nem kell aláírni. Ráfirtatunk erre a hírek alatt, igen. Jól van, köszi, küldjük az ajándékcsomagot. Rendben, köszönöm szépen, sziasztok. Gratula. Hello, hello. Na jó van, 2-1 oda? Aha, oda bizony. Most legyen ez a legkisebb bajunk a mai napon, hogy vezetnek a hallgatók. Én viszont javasolnám, hogy a fűtőklímánk fűtőrészét kapcsoljuk már ki, mert így is van elég bajunk. Egyébként szakad rólunk a víz, amúgy is idegesek vagyunk. Hogy nem megy a klíma, ezek már a testi tünetei. Istenem, változó korba léptem. Igen, lehet egy picit érdemesen lekapcsolni. Én az a gőzszauna, hát van itt egy merülőmedence, akkor mi meg vagyunk a wellness részére egyébként. Végig megy egy mészertartás, levezetek nektek. Csúszkamasszás, egy bajoszos pilótával. A B-mongárban. A barátaimmal, a pilótákkal, ők olyan csúszkamasszást csinálnak neked, hogy megőrülsz. Nagyon nagy formák. Na jó van, 7 óra van pontosan felszállás alkalmas időjárás, ami azt jelenti, hogy Jánosunk elsőként ugye hősé válik, felderíti a légteret, kommunikál madárajokkal, és megnézi, hogy utána a helikopter, valamint az ankettes felszállhat-e, mi újság az M1 M7-es fölött, mi újság a bevezető utakon, kis felderítést végez. Hát igen, igen, igen. Széles még az arcod, te srác, de nem lesz ez mindig így. Maga biztos a mosoly. Jó lesz így. Látod, egy csavarral megismerkedtél? A csavarral. A csavarral. A csavarral, ami tartja az igen, egész pilóta. Igen, a lélek csavarral. Igen, ebben a sárkányrepülésben az izgalmas, hogy János azért közel sem mondható rutinos repülőnek. Tehát életében egyszer, mikor Argentinában mentünk, akkor ült repülőn. Nem mondhatni, hogy azért úgy kifújtad a szakmaórát ezen a téren. Nem vagy túlságosan rutinos repülés. Ehhez képest egy ilyen összeeszkábált valamire
felmerészkedni, ez egyébként tényleg, tényleg nagyon bátor. Egyébként akkor bizonytalanodtam el a látványtól, amikor megláttam, hogy egy picit a sárkány rész így fél oldalra van dőlve. Én az emlékeim szerint, vagy legalábbis bennem úgy élt a sárkány repülőnek az emlék, hogy ez vízszintes. De ezek szerint a két csavar közül az egyik elengedett. Hát nézd, ez már egy régi csavar volt. Na jól van, jövünk akkor az első repüléssel a hírek után, 7 óra múlt pontosan 1 perc. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra múlt pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hőmérséklet 18 fok, 100 méteren már csak 8. Vadon János belső hőmérséklete esik. Így van. Itt vagyunk a budaörsi reptéren. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hát ugye sokat beszéltünk erről a napról. Bármennyire is próbáltuk az egészet eltolni, bármennyire is dolgoztunk azon, hogy talán összejön egy esőnap, és esetleg csütörtök vagy péntek lesz, nem. Remek időnk van, úgyhogy János pillanatokon belül megkezdi a berepülést, ugye, a kommunikálást a darvakkal. Ez a karabiner itt mindig rostás. Na hát. És elindult az aljaskodás, nagyon keményen. János már beült egyébként, és azt még nem mondom, hogy azért teljesen menetkészen van, de már legalábbis isak rajtad van. Igen, azt érzem folyamatos, hogy amióta beültem a gépbe, megyek össze. Egyre inkább úgy érzem magam, mint egy inka gyerekmúmia. Hasonlít az is most ez ebben a formában. Azt te tudtad, igen, hogy úgy fogsz repülni, hogy a lábaid egy férfi nyakában vannak? Megmondom őszintén, egy titkos álmom válik ezzel valóra. Igen. Na jól van. Oké. Merre küldjük? Hát ugye azért fontos, mert élőben így a levegőből ritkán tudunk mi közlekedési hírt kapni. Tehát akkor M1-M7 bevezető szakasz, ott igen, azt nézzétek meg, ott kéne egy nagy borítás, jó? Igen, mondták egyébként, hogy az a szó, amit nem szabad kéterül a számon, az a Lupasziget, vagy Looping, így van. Igen. Na milyen egyébként így beülve? Hát te mi nagy repülős nem voltál, tehát... Hát... Ez repültetél? Igen. Egyébként azt mondják, hogy ez a gép már több mint 6000 alkalommal repült. Igen. Mondjuk mindig más pilótával. Igen, és csak 5000-ig van engedélye. Tehát még ezt is hozzátették. Úgy kell elképzelni a szerkezetet, hogy van egy nagy, a hagyományos klasszikus sárkányrepülő szárny. Ebből egy csavar fogja, de tényleg egy csavar fogja, az a lélek csavar ott fönt fölötted. Egy csavar fogja magát az utas fülkét, ami hát kérem szépen kis karbonszállal megerősített, de oldalt mondanám, hogy okosan ilyen vászonból megcsinált szett van. Tehát ha esel, végül akkor is, ebben még kapaszkodni sem tudsz. Meg hát persze értem a vászont, hiszen hideg van fent, hisz hegyvidék, tehát a vászon teljesen indokolt, hogy vászon van fönt. Igen, hiszen kell is, hogy mosható anyag vegyen körül. Egy ilyen 12 fok van itt jelen pillanatban, fönt értem a vászont, tehát teljesen egyértelmű. Hát ha valaki nem látott volna még ilyen gépet mondjuk élőben, maga a szárny az nagyon impozáns. Tehát az jól néz ki, a fesztávolság azért az szép. Önmagában ugye a szerkezet, ami a szárnyra van rögzítve, hát az már azért az egy laikusnak kérdéseket juttat eszébe, és hát a közelség is, hogy ül a két ember. Ugye elülül a pilóta, nagyon komoly 5 darab műszerrel, az már egyébként fontos. Gyönyörű az egész egyébként, ahogy kinéz. Hátul pedig maga az utas, mint egy tényleg ugye hát János lába közévéve a pilótát jelen esetben. Igen. Tamás, milyenek az időjárási körülmények? Hogy érzed? Most éppen megfelelőek az időjárási körülmények. Ha, jobban örültél volna, hogy azt mondja, hogy hát ilyen időben még nem repültem. Lényegesen rosszabbba is repültünk. Lényegesen rosszabbba is repültetek, látod? Tehát, hogy mindig megtaláljuk azt a pontot, ami erőt adta. De 9 után te fogsz élvezkedni. Egyébként ebben egészen biztos lehet. Iszonyatosan jó fej volt egyébként az AN2-esetnek a pilotája, mert amikor mentem visszafelé, hogy lerakjam a kesztyűját, illetve hogy elvégezek még egy kisebb dolgot hátrébb a stúdió mögött, akkor odaszólt Kaján mosoly az arcaira. Mi van, még egy utolsó fosás? Legalább őszinte. Imre volt? Imre volt. Ő nagyon nagy forma. Jó.
Repülési irányról tudunk-e már valamit? Merre lesz a felszállás, vagy merre indultok? A repülési irány az innen fog történni a autópálya irányába, és gyakorlatilag egy déli iskola körön fogunk indulni. A mondat második része nekem már kevesebbet mondott a déli iskola körrel. Az iskola kör az megvan, a déli irány most azért így hazudnék, ha be tudnám lőni azonnal. A felszállás után déli irányba fordulunk át, tehát az azt jelenti, hogy balra. Balra. Aha, milyen szögű forduló lesz ez? Jánosnak mennyire kell majd kapaszkodni? Finom nem vagy? Kell kapaszkodni. Nem kell. Nem. Aha. És már ha fölült, akkor tedd oda magad. Nyilván egyébként sokat segítene, ha kapaszkodni. Egyébként kapaszkodni lehet a csőben is, illetve a pilótában is, csak a szemét nem akarja meg a nyakában. Szálljál le! De megbeszéltetek valami egyezményes jelet? Ugye Jánossal mi ugye tudunk kommunikálni majd fönt terveik szerint, de mondom, két kopogtatás minden oké, egy lábszorítás, menjünk magasabbra, hátul a vesénél egyfajta meleg érzet, az azt jelenti, hogy bepisültél. Tehát, hogy vannak ilyen jelek? Kidolgoztatok valamit? Hát nekünk ugye van eleve egy titkos jelzésünk, amit nem árulunk el senkinek, csak annyit mondunk róla, hogy a gyorséttermi kínálatból választasz. Igen, ezt mi megbeszéltük, hogy ha három közül bárki kimondja azt a szót, akkor az azt jelenti, hogy a másik kettőnek el kell kezdeni azon dolgozni, hogy lejöjjön. Ugye ezt nem mondjuk el, hogy ez melyik szó. Indulnia kell a Huey kobráknak, és ki kell mentenie. Igen. Jelen pillanatban egyébként úgy nézel ki, mintha beiratkozni mennél az elsőbb, és a hátadra vettél volna egy repülőt. Tehát, hogy űrzi beszél, az nem olyan, mint az iskolatáska helyett, egyébként a repülővel érkeztél volna. Tökre kezdek egyébként betépni. Igen? Egyre inkább azt érzem, hogy így elterpesztik az arcomon egy ilyen idült, bágyatok mosoly, mindjárt elindul a nyálelválasztás, és itt fogok ülni ilyen révetek tekintettel, és itt csodorozod az állat, hogy miért kell? Tök jó festetted le magad, de nem tudom megcáfolni. Egy alapkérdést azért én még bedobnék, mert picit aggódó szemmel néztél most a motorra, meg az abból jövő olajra, hogy mi van akkor, hogyha leáll a motor? Ha leáll a motor, akkor simán le lehet vele szállni. De akkor is, ha az autópálya fölött vagy? Tehát akkor beteszed a gépek közé? Nem a gépek közé, hát autópálya fölött vagyunk, akkor vissza tudunk szállni akár a repülőtérre. Hallod? Meg már ilyenkor burjánzik a gabona. Az azért sokat fog. Puhára esel. Milyen erős, meg mekkora motor van benne? Ebben 600 köbcentis motor van, ami 55 lóerő. 600 köbcentis motor, 55 lóerő. A kis polckimba körülbelül ez volt. Pont, mint a Mivernák, nincs különbség. Pont, mint az otthoni autótok. Tényleg. Na jól van, oké, szerintem készítsük akkor fel a felszállást, jó? Üljetek be, János már ugye beszíjazva. Nagyon fontos a légtér felderítése, ezt ne feledd, balra néz, jobbra néz, madarakkal kommunikál, hesegessel mindenkit. Fontos. Jó, nem szeretném mi Ferivel madárajokkal találkozni, tehát legyetek hangosak és feltűnőek. Mivel úgy tűnik, hogy ez már egy ilyen hagyományá kezd válni, ezért arra kérlek benneteket, hogy a favoritot hagyjátok meg a gyerekemnek, a lányomnak, mert felnő, én is az apámtól kaptam, a Montit azt elárverezhetik. Azt a régi pilóta szokást azért tegyük meg, mielőtt indítjuk, hogy tudod, hogy az új utas leköpködjük. Csulázzátok le a plexire. Jó, majd ha elindulsz, akkor a rostét az húz le teljesen. Jó, milyen rostét? Hát van a fejed. A plekkesütés is. Összeütöttünk egy kis hús otthon a hátizsákodba. Mit szoktunk kívánni mi sárkányrepülősök egymásnak? Jó szelet, vagy jó szerencsét, vagy mit? Jó leszállás. Hallod, amikor már azt hiszed, túl vagy rajta, akkor jön a legdurvább a leszállás. Ezt nem ismertük elmondani. Igen. Illetve merev tartó rudakat, nem? Igen. Az még egy fontos igen, dolog. Ezt akartam kérdezni, hogy nem baj, hogy van egy kis játék a... Ezeket a kérdéseket szeretem igazán, én 9 után ugyanezeket fogom kérdezni. Nálunk, nem baj, nálunk, hogy ennek a széknek van egy kis játéka? Mi mászok egy picit, jobban szoktuk túl biztosítani magunkat esetleges kellemetlen szituációkra. De jó ez, konkrétan nem? A vászhoz vagy kötve. Tehát jól látom, a vászhoz vagy kötve, tehát ha innen, ha akarsz, se tudsz nagyon kiszállni. Hát meg nem nagy levegőkre van beállítva. Jó, ülj be nyugodtan, én a kezem, háttérbe vonulunk, akár indíthatod is, jó? Jani, de az még nagyon fontos, ugye, hogy mászás közben mondjuk 8 méterről tudsz leesni, tehát oda kell a biztosítás. Innen 300-ról tök mindegy, ha zuhansz. Tényleg, repülési ennyi. Magasság, csak még egy mondat, milyen magassal lesztek? 300 méter. Jó, ezt nem akartam tudni. Potom 300 méter. De villog a kereked, de jó. Ezt nem akartam, bocsani, ezt én azt hittem alacsonyabban, ez nem azért kérdeztem, tényleg, nem akartalak elbizonytalanítani. Viszont azért nagyon érdekes dolog, hogy nem beszélgetek a közönséggel, mégis tudom, hogy ki a hívő, mert többen keresztet van. Jó, hátrébb jövünk, hogy innentől kezdve induljatok nyugodtan. Szia János! Vigyázz magadra! Nyugi, 9-től ugyanilyen arcot fogok vágni, úgyhogy veled vagyok, nem mondok nyomd semmi rosszat. Nyomd le teljesen rosszat. A rostét! Nyomd a rostét teljesen nyomd le a fejedre. Vagy mi az plexit? Ja, igen, ja, rosté, ezt a rostét nem érte. Jó, megvan. Balázs, csak azért mondom, hogy ha esetleg valami baj történne velem, keresd meg az S3-ba, soha jobban jársz vele. Micsoda, a vágott szeműek nem tudnak telefont csinálni. Na kérem Na. szépen! Indítás! Halljunk egy jó motorröfentést. Brum, brum, brum. Hát nem mondom, hogy leszakítja a fejemet, nem? Azért így... Nagyon szépen füstöl ez is, Jani, megnyugodhatsz.
Igen. Nem mondasz semmit? Egyszer verhovináztam, annak zúzós hangja volt. Még egy utolsó, de szeretlek benneteket, vagy valamit. Mindenkit nagyon szeretek, de leginkább élni! Ebben a pillanatban Jánosok elindultak a kifutó pálya felé, János hátul üldögélve, elő pedig ugye a pilótával. Hát ugyan János folyamatosan hal minket, de most már úgy sem mind a ketten, nem egy masszív szerkezet. Egyébként ebben a pillanatban olyan érzésem van, mintha elindultunk volna egy motoros fűkaszával. Nem mondtuk, hogy ez az volt még tegnap. Zseniális. Csak mondom, János, hogyha magadnak balra nézel, akkor láthatod, hogy végig Morning Show Class FM hallgatók, az jobbra van a másik oldalon, balra. Állnak egyébként autóval a bekötő úton. Ők már mindazért jötték, hogy lássák a felderítő repülésedet. Balra a másik oldalon, ja, nézd meg. Igen. Most integessetek neki, most jobbra, látja. Most jobbra nézel, ja, ott állnak. Jobbra. Ja, sziasztok! Ne vegyétek udvariatlanságnak, hogy nagyon nem integetek hátrafelé, de kell még a jobb kezem. Ezt akartam mondani, hogy ne nyúj hátra, mert nagy a baj. Igen. Közvetítsd a felszállás majd egészen nyugodtan, hogy elindultok. A motor felbőgött. Hány lóerő? 60? 55 azért. Ne nézz többnek, mint amennyi. Szemetek vagytok. 55 lóerő, János hátul kapaszkodva, egyelőre még mozdulatlanul a budaörsi reptéren. Egyébként pillanatokon belül pedig, ha a pilóta lekommunikálja a toronnyal és megkapja a felszállási engedélyt, akkor megkezdi az iskolakört. Na most már egész biztos, hogy ne nyújj hátra, János. Én nem tenném. Okay. Mi lehet az a mozdulat, amiért kopogtatja az egyik műszer? Megígértük, hogy nem szemétkedünk. Csubi, kész a hiperhajtómű. Azt mondtad, megjavítottad. Na, és közben egyébként tényleg lehet látni, nézd, hogy végig a bekötő úton, ahogy mondtuk, egyébként állnak a hallgatóink, és nézik János első repülését, összesen életében négyszer ült repülőm. Tehát nem mondható rutinos pilótának. És azt repülőn igen, de sárkány repülőn egyszer se. És azt el kell mondjuk nektek tényleg, hogy jelentős különbség van a sárkány repülés meg a repülés között. Megindult a gép! Istenem, 3, 2, 1, bevizeltem! Még a földön vagy! Figyelj, most emelkedett el! Na milyen, Jani? Atya úristen! 15, 20, 40, 50! Figyeljetek, srácok, föntről látok mindent! Hé, ott valaki üzekedik a bokorban! Zseniális! Valakinek integetek, ő visszainteget! Nem, csak mutatja, hogy laza a csavar! Csak a tudtodra akar adni valamit! Rossz az irány! Na, látsz-e madarakat, vagy bármi, ami zavarhat majd bennünket a repülésben? Figyelj, kis bigyókat látok lent a földön. Emlékszem, hogy amikor lent jártam valamikor régen, amikor még porban kúszó földi ember voltam én is, akkor ezek 3 méter magas szénabálák voltak, most ezek kis pici apró pontok. Merre repültök? Elkezdtétek az iskola kört, ahogy látom, igen, ugye? Igen, úgy látom, hogy leértékelés van a praktikerben, visszafelé beugrok, ha túléltem. De az iskolakör, azt tudod mi, hát hogy a pilótád is most tanul. Figyelj, ha valami közlekedési hírt tudsz, hogy gyorsan mondani az M1 M7 fölött, akkor mondhatod is, hogy mit látsz egyébként. Azt sem tudom, melyik az M1 M7. Ja, itt van, látok föntről egy körforgalmat. Az emberek balról jobbra, jobbról balra, és körbe haladnak. Figyeljetek, most vettem észre egy tétűt a pilótámnak, aki... Azért hívják iskolakörnek, mert ő is most tanít. Nem akartuk neked elmondani, igen. Az M1 M7-en, aki áll autóval és látja a Janit, az villogjon már rá. Nézed a pálya, most már nem látod az autópályát. Milyen idő van fönt, János? Mit érzel? Hát meglehetősen hideg van, nekem azt tanácsolták, hogy ne hozzak kesztyűt magammal, de kellett volna. Ettől függetlenül azt mondom nektek, hogy repülésre alkalmas idő, mert hát hogy tudnám megcáfolni, miközben a levegőben vagyok, ugye? Akkor mondtad volna, én odaadom a tartalékkesztyűmet, mert úgyis izzad a kezem már. Úgy, nem tudtam, hogy olyan hideg lesz fönn. Én felkészültem, ez hegyvidék. Ezt tudnod kellett volna. Jánosik ebben a pillanatban elindulnak visszafelé egyébként, újra a reptér felé érve. Ezt a kört fogjuk majd mi is nagyjából, nem? Ez az iskola kör. Ugye egy balforduló után most jönnek a reptér felé. Szerintem már egy olyan 200-250-en biztos fenn vannak, nem? Legalább 250 méter. Kapcsold le a motort! Nagyon hangos! Annak, aki géppel száll fölébe, csak térképet áll, és nem tudja, hogy be vagyok kakáon. De milyen egyébként? Milyen egy ilyen kis lélekvesztő repülni? Jó, igen, nem? Tehát folyamatosan kapaszkodok a mellettem lévő csövekbe. Nincs máshol hely. És az a baj, hogy a pilótám fulladozik, mert gyakorlatilag van egy lábkulcs fönt a derekán. Elől összefogva egy klasszikus jiu-jitsu technikával próbálok meg egy kis erőt meríteni az ő testéből. A sebességet érzékeled, hogy körülbelül mennyivel mehettek? Hát közeledünk egy adótoronyhoz.
Egyre közelebb kerülünk. Hát nagyon közel vagy. Hát még úgy látom, hogy egyébként még mindig emelkedtek, cáfold meg nyugodtan, de szerintem még mindig mentek fölfelé, most már egy mennyi lehet? Egy 200, 200, 300, lassúnak tűnik. Igen, remélem, hogy ez a manőver most ez egy előre betervezett manőver, hogy mi egyre feljebb megyünk. Hát nem mondtuk neked, de egy olyan 4-5 kilométerre szeretnénk téged felvinni. Ott már nagyon hideg lesz. Most vagy a reptér fölött egyébként, te látsz minket? Igen, látlak benneteket, le is integetek, miközben jobb kézzel úgy kapaszkodok, hogy szerintem kifordult a könyököm. Én integettem, láttad? Igen. De én nem, mert nekem fázik a kezem. Igen, a Feri nem vette ki a zsebéből a kezét, ne haragudj, nagyon hideg van itt lent is. Vigyázz, Balázs, azt látom, hogy az AN2-es mögött valaki villáskulcssal valamit húzogat. Az nem tűnik annyira jó hírnek. Na most mit látsz arra felé előre? Ott most mi van? Azt mondja, hogy jobbra zöld, előttem is... Hülye vagy. Meddig látsz el, Jani, a város felé, ha nézel? Figyeljetek, hát gyakorlatilag az a baj, hogy nem tudom betájolni magunkat egészen pontosan, hogy merre vagyunk. Szerintem most látom a Dunát. Nem lehet más. Nem. Ha hosszú és kanyarog, az nem lehet más. Vagy a Tiszát Balázs, még nem láthatod. Vagy Balázsék kerti tava. Jó, na közvetítsen. Egyébként, ha balra nézel, akkor nagyjából látnod kell a várat, a parlamentet, a Dunát, a Margit-szigetet, tehát azokat olyan magasságból már folyamatosan látnod kell. Jól mondod, nagyjából. Tehát nagyjából látnom kellene, egyébként marhára nem látom. Azt mondja, hogy talán látom a fenyővillát. Sanyi! Sanyipá! Sándor ilyenkor még alszik, úgyhogy ne repüljetek arra, mert tudod, hogy az ő légterébe berepülési engedély van. Ilyenkor nagyon morcos a felébresztik. És lőnek. Próbáljátok elkerülni. A taktikám egyébként alapvetően az, nem tudom, hogy most halljátok-e még a hangomat, mert ebben a pillanatban az én fülesemben egy picit elment, de bízom benne, hogy igen, hallotok. Szóval az a taktikám, hogy le nem nézek. Jobbra, illetve balra nézek el, így gyakorlatilag olyan, mintha tévét néznék. Lefelé nem annyira merek. Nem biztos, hogy hallasz, de én ugyanezt tervezem. Én sem fogok lefele nézni, szerintem a Feri sem. Feri? Én sem erre nem nézek. Én előre nézek úgy, hogy öröm lesz azt is nézni. Ja, látod-e a madarakat, akik mennek feléd, Jani? Nem, csak azt láttam, hogy a madarak, akikkel eddig találkoztunk, pánikszerűen lejjebb ereszkednek, mert nekik ez a magasság már oxigénben túlságosan ritka. Viszont nem tudom, hogy volt-e nektek esetleg terepasztalotok. Akiknek volt terepasztalok, azt tudhatják, hogy föntről az milyen. Na, ez nagyon pici terepasztal. Nagyon pici autókkal, amik haladnak, elképesztő. Most már például embereket nem tudok kivenni ilyen magasságról. Ez egyébként nem csoda, János, 300 méteren vagytok, onnan már ritkábban lehet, igen. Ha most balra nézel, szintén magadnak, szerintem már egyébként lassan fordultok, akkor ott láthatod a bekötő utat, ahol folyamatosan áldogálnak. Még most már arra is gyanakodok, hogy téged elraboltak, mert nem nagyon akartok visszafordulni. Csak elfelé mész. Egyelőre csak távolodtok. Jani, most vagy a hallgatóink felett, most ne pisíj! Ne! Nem hiszem el, hogy még itt is trafiznak. Viszont azt kell mondjam neked... Most megint egy kicsit elment a fülesem. Hát... te ronda lakótelep, csak tudtam melyik. Viszont marha jól néztek ki, mert a felhők mögül egy... Tényleg nagyon bízom benne, hogy hallottok, mert én ebben a pillanatban csak a saját hangomat hallom, ami egyre gyűszítőbb, egyre illettelenebb, egyre halkabb. Soha nem voltam még ennyire, hogy is mondjam, csak indiszponál. Csoki! Jó, Jánosék egyébként közben szépen lassan fordulnak. Tehát most szerintem berepültek a Duna fölé, nagyjából, még nem tudom megállapítani, hogy hol vannak, már jönnek visszafelé. Tehát most egy ilyen szép, enyhe balkanyarral egyébként elkezdtek szerintem ráfordulni a leszállásra. Most én is azt érzem amúgy, hogy gyakorlatilag kanyarodunk, újra látom azt a hatalmas prérit, ami innen már egyáltalán nem néz ki repülőtérnek. Most kérd a loopingot! Igen. Figyelj, komolyan kérdezem, hideg van fönt? Hideg van, nem? Várjál, most egy ennél fontosabb kérdés, biztos, hogy nem kellett aláírni azokat a biztosítási kötvényeket? Én itt integettem neked, hogy írd alá, de már nem hallottál, mert szálltatok föl. Azt hittem, hogy autogramot akarsz. Egy utolsó. Igen. Na jól van, János, hogy megkezdték az ereszkedést szerintem, de nagyon lelkes. A mi Tamásunk, mint pilóta, nagyon lelkes. Tehát egy ilyen 6 perces repülésre számítottam, de nem akar vele visszajönni. Ez már szerelem, nem? A Janival vagy a repüléssel, nem mindegy. Nem nyúlt hátra a pilóta neked egy kicsit így megnézni, hogy be vagy-e rendesen kötve? De, mert nagyon zavarja a folyamatos beszéd, és az előbb lekönyökölte a plexibe. Itt vagytok újra az M1-M7 fölött. Milyen a forgalom? Vakscsomópont környéke lehetek nagyjából. Mit látsz?
azt mondja, hogy, hogy gyakorlatilag a követési távolságot szabályosan betartva, megfelelő tempóban haladnak jobbra-balra, illetve keresztre-be. Az autók semmiféle fennakadást nem látok, úgy látom, hogy talán így befelé egyébként a város felé van némi kis torlódás, a Bakcsomópont felé, de, de közvetlen alatta nagyon-nagyon megfelelő a forgalom tempója. Janit minden napra közlekedési informátornak egy ilyen kis szerkezetből télen külön jó lesz. Igen, csak az a baj, hogy mivel nem tudom beazonosítani egészen konkrétan az utakat, amikről beszélek, gyakorlatilag az én közlekedési infóim az ország minden pontján megállják a helyüket. Abszolút kompatibilis vagyok az ország minden pontjával. Figyelj, mi most elmegyünk akkor egy kicsit hírezni, mert ebben a sztoriban még az ereszkedés nincs benne. Tehát, hogy ahogy látom egyébként, ti még így nem nagyon ereszkedtek. Szerintem most fogtok majd szépen lassan ráfordulni a kifutóra. Jó? Úgyhogy, úgy hát figyelj, élvezd! Igen, majd akkor élvezem, amikor majd nem vagyunk, de hogy, hogy csak úgy megnyugtassalak, egyre erősebbnek érzem a szelet. Szerintem egyébként az AN2-esnek a sebessége ennél egy picit nagyobb lesz, nem? Na, csak egy háromszoros hagyjad, nem érdekes. Igen. A információink szerint ilyen 70-80-nal repültek, az AN2-es ilyen 140-150-nel fog. Jaj, jó? De jó lesz az. Ez, úgy, csak hogy... ez tartja benne a lelket, hogy te sokkal, de sokkal jobban torokra fogod kapni, Balázs. De rohadék. Figyelj csak, Jani, mi most tényleg elmegyünk hírekre, én próbáltam intézni, hogy maradjatok fönt addig, jó, hogy a leszállás az már akkor legyen, amikor a hírekből visszajövünk. Ha leesnél, akkor bocsi, jó, nem közvetítjük. Igen. Köszi szépen, és Feri, nem kell mégsem az acskó, mert már nem lesz mit. Igen. Fél nyolc úgy pontosan 5 perccel János még a levegőben, ha valaki egyébként itt az agglomerációban kinéz most az ablakon, Budaörs, Török Bálint, Diósd, Érd, lehet látni, hogy röpköd egy kis sárkányrepülővel. Egy rövid kis hírek, és utána már is folytatjuk. Morning Show, a leghallgatottabb reggeli műsor. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik a legfrissebbek a Klassz FM-en. Vihar váltja a napsütést este, a birkózás sorsa a tét, dönt a nó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. Ez itt a Morning Show. 3-4-8 múlt pontosan egy perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. János, ami jár, drága Jánosunk ebben a pillanatban élete kockáztatásával landol a budaörsi reptéren villogó leszálló fények közepette. Közvetítsd a leszállást, Jani! Na mi van, csírák? Na mi van? Senki nem lehet benne! Mégis megcsináltam! A pilóta jelvényem! A pilóta jelvényem akarom most! Ebben a pillanatban János leszáll egy, hát egy jó 20-25 perces sárkány repülőzés után, hasonlítva Dumbra, amikor Espenbe mentek a motorral, ami egy litri teszik százon, rommá fagyva. Na milyen volt? Közben János gurul a beton felé. Várjál, most egy picit ilyen amatőr masszőr mozdulatokkal megpróbálom visszatolni a hasüregemből a rendeltetésszerű helyére a heréimet. Jó nagyot repültetek! Nagyot, nagyot! Én megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá, hogy ennyit. Jó, nem volt olcsó, nem volt olcsó, Jani, de neked elintéztük, ha már fönn vagy, hadd élvezd, úgyhogy ez egy jó 25 perces volt, leállt a gép motorja. Így van, eredetileg csak 20 perc lett volna, de hoztam egy 5 literes marmonkannába mosóbenzint, és mentek még egy bónuszkört. Jaj. Na, összeszedtetek egy kis susnyást, ahogy látom a sárkányrepülő kerekénél. Némi kis kalász sikerült. Azért menekül, néznek, menekül. Oh, menekül a fülkéből. Igen, János ebben a pillanatban kátszálódik ki a sárkányrepülőből, és... hát mondhatni tényleg hős vagy, komolyan, hogy ezt így bevállaltad. Nem akartuk neked előre elmondani, tegnap több pilóta, aki itt volt a reptéren és nézte, hogy mit csinálunk. Elmondta, hogy bármivel, csak ezzel nem, mert hogy ez nem tűnik egy masszív szerkezetnek. Nyilván a sárkányrepülő pilótái ezt máshogy gondolják, de nagyon sok pilóta mondta, hogy ezzel nem. 3-2-1. Most tépett ki a füledből. Igen, mert be kellett ragasztani a fülembe ezeket a kis... Jaj! Azt a mindenit, na most sem megyek el. Viszont nem szőrös a füled. Igen. Hol van a pilótám? Itt van mögötted, kérjük a pilóta urat jöjjön ide. Először is, hogy milyen utas volt a Jani, nagyon szorított? Nem, olyan volt, mint bárki más. Ügyes volt. Köszönöm szépen. És egy kézfogás természetesen. Na. Okay. Egyébként meglehetősen intim kapcsolatban lépünk egymásra, tényleg nálad vagy nála?
Egy-két SMS csak, hogy ami drága hallgatói mennyire együtt éreznek velünk egyébként. Csak érdeklődnék, hogy ha Janival bármi történik, azért ti még megcsináljátok a produkciót? Kérdezi valaki. Aztán, Jani, itt mentél el fölöttem, látom, hogy repülsz, úristen, anyám kint lóg az erkélyen. Írja valaki. Integettünk a kocsiból, még vissza is integettél, remélem nekünk szólt, írja egy másik hallgató. Segítséget akartam kérni. Igen, veled vagyunk, Dragon Jani, írja egy hallgató. Itt mentél el fölöttünk, megyek sulival, látlag a levegőbe, jó vagy, kitartás, élve gyere vissza, írja egy hallgató. Aztán, most mentünk át Jani alatt. Ilyen esemesek jönnek konkrétan, tehát az egész M1, M7, az téged bámulsz. No kérem szépen, téged és bámulsz. Akkor van még egy dolog, amiről nem beszéltünk. A motoros sárkányosok körében van egy nagyon kedves szokás, hogy az első repült köröd után van egy beavatási szertartás. Mindenkinek fizetek egy kört a reptére. Na? Te szemét! Gyere, üssed! Jó, hogy Balázs, ezen közül is felismerem a kezed. Igen. Van egy ilyen avatás, hogy kis pacskolás? Első repült kör után. Na, milyen volt? Tényleg jó volt, hát nem? Hát hihetetlen volt így szúnyog kettővel föntről látni a sasfészket. Arra egészen messzire elmentetek, ott végig a Dunát, a Budát, Pestet, ott mindent lehetett látni. Rólam ugye köztudott, hogy nem vagyok egy autós ember, tehát hogy GPS-el úgy nagyjából nem tévedek el, de föntről aztán olyan szinten elveszítem a tájékozódási képességet, hogy azt se tudtam, merre van a bal, merre van a jobb, de hát hihetetlen volt. Pont így gondolkodtam rajta, hogy mert ugye sokszor gondolkodóba ejtett az, hogy csökkent a fordulatszám a rotornak, hogy ez nekem jó, nem jó, direkt van, vagy esetleg váratlan esemény. És olyankor azért egy picit elkezd dobogni az embernek a szíve. De amúgy fantasztikus. Nem hiszed, de nem megy annyira gyorsan, hogy így elhinnéd, hogy most ez egy repülő, vagy hogy repülsz, hogy fönn vagy, marha magasan vagy, és közben a hanghatás egész más. Igen. Na jól van. Madarak? A madarak, már kis szárnyas állatok, azt hiszem, hogy ékokból fejlődtek ki, legalábbis Dávid szerint. Sokat szaporod meg. Volt belőlük? Egy darabot nem láttam föl. Nem, hát pánikszerűen menekülnek, hallották, hogy fel fogsz szállni. Cserebogár, szitakötő, hát muslica, gyakorlatilag semmiféle élőni nincsen. Egyébként szerintem ez a közelgő viharnak a jelen. Ami 9-re ér ide a reptére. Na kérem, akkor az első feladat teljesítve, kipipálva, János megreptetve. Így van. János, meg te már túl vagy rajta. Innentől kezdve felszabadult a röhöket a saját nyomorunkon. Tehát innentől kezdve te már egy másik szerepkörben vagy. Feri mosolya kezdett kicsit természetellenes lenni. Hát igen, mert most egyébként nekem már lehet nagy az arcom. Igen, most már tényleg elmehetek modellgipszet venni a barkácsáruházba. Igen, ahogy osztottunk a levegőbe, Bazsi így bögdösött közben, mondta, hogy ne csináld, mert aztán mi jövünk. Igen, én mondtam, hogy csak megőrizve egymás méltóságát, mert nekünk is végig kell csinálni majd valamit, úgyhogy jobb, ha nem cinkeljük a másikat. Na jó van, túl vagy rajta. Ez a lényeg. Hátra megyek, hogy a hostess lányok visszamasszírozzanak az életbe. Mi pedig közben már is játszunk valakivel. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló! Hello. Hogy hívna? Ki vagy? Vera vagyok. Hello Vera, honnan telefonálsz, Vera? Tatabánya. Tatabányáról. Hallottad a Janit élőben, ahogy repül? Igen, hallottad neki? És nagyon gratulálunk neki. Csak azért, mert felvétel volt, Janit már eltemett. És egy ilyen gombos szerkezetről adjuk be ezeket a mondatokat. Igen, tegnap rögzítettük. Te repültél már, vagy ültél már valami hasonlón esetleg? Nem. Hát ne tudottam kipróbálni. Pont ezt akartam mondani, hogy ne ezzel. Szóval, hogy imádni való ez a sárkányrepülő, de valami kicsit masszívabb szerkezettel. Jól van, na hát az elsőn túl vagyunk akkor. És látod, még Tatabányáról is követnek téged, és drukkolnak nekünk mindenhonnan, egyébként nagyon sok SMS jött. Oké, szokott menni az Óven bácsi, Beru néni? Igen, ki szoktuk találni nagyjából. Jó, van, aki melletted van, úgy hallom, hogy segít valaki. Sokan vagyunk. Na, kik vannak on? Hát a munkatársaim, 16-an, bombázó lányok. Na, mit csináltak? Munkaruházatot várunk. Az nekem bedolgozást vállalunk. 9 után nekem átdobhatnátok egyet, mert picit alul öltöztem a történetet, tehát itt egy rövidújú pólóba és egy kabátba jöttem. Egy jó munkaruha az egyébként elkelhet. Jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyeljetek, először azt fogjátok hallani, hogy mit tevékenykednek.
tüntetésen vannak? Nem, nézzük ki, amit a durról is tudálnak meg. A Baksomó ponton mindenki összetörte magát, mindenki fölfelé nézett. Így vagy, kerüljék meg azt a sárkányt, ami leesett az autópályán. Igen. Jól van. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Vera. Na, 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 na. De jó Isten. Ja. Aha. Hú. Valakinek valami ötlet van? Hát egyelőre sötét minden. Jó, mutatunk még egy részletet, figyelj. Még egyszer, na 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 na. De jó Isten. Kivettük a bögrét szerintem, jó? És akkor egy hosszabb részletet. Oké. Jó, figyelj. Na 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 na. Da na 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 na. Jézus Isten. Ezt nem tudjuk. Hát nem, megmutatjuk, hogy mi lett volna. Jó, fogalmunk sincs egyébként, nekünk se ez vigasztal. Figyelj. Jézus Isten, Backstreet Boys! Bizony, hát a Tell Me Why! Atya Isten, egy jó Backstreet Boys, ez ilyen 98-99-2000 környékén egyébként. Vera, ezt nem csodálom, hogy nem ment egyébként, nem volt könnyű. Jó, sajnáljuk, volt. De azért nektek még azért szurkolunk, jó? Ez jól esik, hogy nem lett ajándékcsomag, de ennek ellenére még szurkoltak. Ez egy nagyon szimpatikus emberi vonás egyébként. Köszönjük szépen, drágák vagytok. Jó munkát, puszi! Hello, hello, hello! Balázs az nem kifutó, hanem futópálya. Kifutó, ahol tangátban egy divat bemutatom végignéz. Lehet, hogy szívesebben lennék ott. Most futó vagy kifutó, hogy miért kell mindenbe belekötni, tök minden. Meg propeller, meg ízjel, nem mindegy, hajtja. Gyerekeket, laikusok vagyunk. Most írjuk a betétlapot, de megértem, mert láttuk Janit. Írja valaki egyébként teljesen nem, komolyan. Tehát... Valaki összekoccant, hogy téged most nézve. Még elfogadom egyébként, mert nyilván egy kicsit korábban jöttek be ezek az SMS-ek, ezt a janizás, de én nem Jani vagyok ezen túl, hanem kis turul. Dragon Jani, valaki igen. Ezt írta. És egy abszolút empatikus SMS a végére. Csá, ha esetleg valaki elveszik, felvesztek a helyére műsorban. Kérdezi Vasi. Na jól van. Drága Morning Show hallgatók, továbbra is egyébként ki tudtok jönni a helyszínre. Jó, a másik oldalon, a reptér másik oldalon, ahol már egyébként végigállnak autók, Jani hátta mögött, hát ez így nektek nyilván keveset mond, de a reptér szemben, vagy a reptérre szemben a másik oldalon ott meg lehet állni. Bejönni a budaörsi reptérre továbbra se tudtok, viszont itt a helyszínen meg tudjátok nézni. Az egy bekötő út ott ugye a másik oldalon, ugye? Az ott a bekötő úton, tehát oda tudtok jönni, jó? Mi pedig jövünk, és a második repülés következik. Engem ebbe a dologba az zavar, hogy egy... Most visszapörögtem üzemi hőmérsékletre. Te már felszabadult vagy. A te repülésed, de csak az zavar, hogy egyre közelebb vagyunk az enyém. Az nem repülés, vonszolás. Atya Isten, nekem a nap süssön ki egy kicsit. Szóval felé reptetésével jövünk, 4 perc múlva pontosan, 8 óra. Meghallgatottabb reggeli műsor. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapperet hangzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, innen a helyszínről, háttal ülök nektek, ne haragudjatok. De jó Isten, bejött egy óvoda. Vagy iskola? Szeretettel köszöntöm be. Ennyi gyereknek leadtuk a nevét, vagy ők beszöktek valami lyukon, ahol esetleg a budaörsi reptér kerítése némileg egy kicsit nincs állapotban. Mind képzett pilóták jöttek röhögni. Hallottak a biciklikről, amiket megörökölhetnek. Ennyi legyen a Balázs bicikli. Drága hallgatóink, ide a budaörsi reptérre egyébként, ugye a nagyon fázó, sőt, mi több egyre jobban fázó kisorsolt hallgatóink mellé egy komplett óvoda vagy iskola, ők iskolás csoport érkezett meg. Negyedikesek? Feri, úgy csinálsz, mint hogyha nem ismernéd őket. Jöttek elbúcsúzni, mert hallották, hogy az apukájuk repülni fog, és most láttam már utoljára. Hát ugye Feri hosszú időn keresztül járta az országot, mindenhol letett egy kis puttony. Az a durva, Feri, hogy az összes kisfiú hasonlít rá tényleg. Nézed meg, várjál, álljál ide mellém, Szivike, mi a neved?
Dani. Azt hittem Feri. Nézd meg, ugye, hogy olyan? Egy az egyben. Olyan, szevasztok. Hova jártok ti? Újbudai Alma Máter. A Újbudai Alma Máterbe, és akkor harmadik osztályosok vagytok, ugye? Igen. Te eléggé utálod ezt az egészet, hogy nem ülhetsz matek órán, nem? Nem. Ne, csak nem látszik az arcodon. Tanár... Hogy jutottak be, Feri? Hogy jutottak be? Keresd meg a tanárt, ott van valahol. Hol tetszenek lenni? Maga tanár néni? Jöjjön életem, kezeit csókolom, drága, magához jártam volna azért, de mindegy, hogy tetszik hívni magát? Juhász Enikő. Enikő életem, hogy jöttek be maguk? Ahol gondolom ti is bejöttetek. De le voltatok jelentve? Nem is tudom, le voltunk? Nem le, voltunk. Azt mondom, de hogy nem, le, persze, le. Nem is tudom, le voltunk. De akkor nem, ugye? Nem. Jó, én nem kérdezte meg a biztonsági őr, hogy jó napot kérlek, hova megy a csoport? Megkérdezték, mondjuk, hogy ide hozzátok. Rábólintottak, és hát rengeteg. Nagyon egyszerű volt bejutni hozzátok, úgyhogy... Jó, nem követendő példa. Te nagyon nem. Hátul jöttek be, ahol a disznók kiszakították a vadhálót. Milyen óra lett volna? Nekem magyar órám lett volna. Megmenekültek most a gyerek. Mit vettünk volna? Ja, a tanárnőnek sincs fogalma, gyerekek, ez a legjobb. Kész, ő is azt mondja, hagyjuk a francba az órát, jövünk repülni. Szó sincs, erős szövegértés lett volna. Na, szövegértés, majd megtartjuk. Na, jó, ha Bali bácsi lejön meg, Bali bácsi. Igen, a szövegértésre helyett lesz esettanulmány, esetfeldolgozás, tehát ezt erre tudjuk fordítani. Jól van, oké, na, nagyon sok SMS jön egyébként a repüléssel kapcsolatban, meg jönnek közlekedési híreink is, mérnek Debrecenben a Sámsoni út felől egy fekete Skodából, és... helikopter hangokat hallok közben. A 85-ös Csorna belterületén... Ne lepődj meg! Szerinted miért? Vagy. A vasúti átjáró után egy fehér autóból mérik a Sopron felé közlekedőket. Ezt pedig Gigi írta nekünk. Köszönjük szépen. 0670-645-00-00. Ez pedig az SMS számunk. A bekötő úton most már lehet látni, hogy végig sorban áldogálnak azok az autósok, akik nem biztos semmit a véletlenre, nem próbáltak meg bejönni, mint az iskolás csoport a sorompon, hanem a másik oldalról nézik ugye a kettő darab hátramaradt reptetést. Egyrészt Feri helikopteres reptetését. Juhé! Hurrá! Amit már alig vár. 9 óra után pedig a szorosabb barátságomat az Ankettessel. És én megmondom őszintén, tökéletesen megértem őket, hát annak idején a Zeppelin lángolásáról, és hányan lemaradtak, mert nem készültek. De szemét, megígértük, hogy nem aljaskodunk. Na! Na mondj egyet! Mi volt? Semmi! A rúzsdás csavar az neked aljaskodás? Semmi! Most arra nincs idő, hogy felsoroljam azt a rengeteg aljas szemét dolgot, amit az éterbe böffentettetek velem kapcsolatban. Láttam az SMS-eket. Semmi nem volt. Adj egy pacsit, Feri, itt vagyok az Erkélyen, Budaörs, Deák Ferenc utca. Megyünk. Backi út sarok, írja nekünk egy hallgató. Na, hát Feri, elérkeztünk hozzád. Hogy érzed magad? Hogy vagy? Gyerünk, adjatok neki, hajrá! Én... Nem annyira természetes már a mosolyod. Én voltam ott, ahol a király is gyalogjár. Nem mesélek arról, hogy mi van arra felé. Ne menjetek oda. Már kétszer ürítették egyébként reggel óta. Igen, ilyen borítós kocsik jönnek. Bali, én kicsit mire. Inkább neked is mondom, hogy az a helyzet, hogy ahogy közeledik az időpont, úgy vagy egyre inkább oda. Tehát az a motoros mozgás, ami most a lábamban van, az nem neked szól. Az egy vegetatív idegrendszeri zavar, azt lehet majd utána autogén tréninggel helyre lehet hozni, mindenféle sok által okozott elváltozás az autogén tréning után egyébként remekül rendben hoz. Nyilván benne van a korodból fakadók és finom parkinzókor. Egészen addig nem lesz baj az emelésig, tehát az tök jó, szerintem, mint én 5-ig fölmegyünk, odáig nincs baj. Innentől kezdve, hogy elvesztetted a lábad alól a talajt, akkor kezd izgalmasá válni, és azt a pillanatot szeretném már nagyon érezni, amikor megindulunk. Tehát elindul a helikopter egy picikét. Szeretnéd a francot? Ne, az tényleg. Hallod, hogy előre menekül? Ne, túl az annyira érződik. Darálja, gyorsan vége lesz, vagy profi vagyok, letalom mint az összes többit. Figyeljetek, tényleg higgyetek el, a félelem az csak egy bizonyos tudatállapot. Az fejben. A fejben. Ennél a részéről mindig elnevetem magam. Az összes felmerülő gondolat, a félelem, minden fejben dől le. Az összes negatív gondolat is fejben dől le. Te meg a fülön dőlsz majd előtt. Nem ér az amkettesen. Ha azt tudod fejben szabályozni, erre felkészültél, és ura vagy a saját gondolatodnak, akkor nagy baj nem lehet. Ha hagyod, hogy a félelem eluralkodjon rajtad, azonnantól kezdve viszont egy befolyásolhatatlan folyamat. Tehát... Jó, már olvastuk a szigorúan bizalmas. Egyébként akarom mondani, hiszen ma nagyon hallgatott az adás, hogy még mindig kapható könyvesboltokban. De hogy tényleg, ha ezt tudod uralni, Feri, akkor nem lesz nagy baj. És mivel uralod? Mondogatod magadnak, hogy jó, ez megy, ez? Nem, eltereled a figyelmet az altesti kieresztésekről. Jaj, nem. Tehát a fejedben rendben vagy, viszont a szimeringek már nem úgy zárnak, mint régen. Na, jött még egy-két SMS, csak így biztató jelleggel egyébként. Most dobjátok rá Ferire a méheket.
Egyébként tényleg, miért ne lehetne egy ilyen twinban? Ide jó vagy. Na. Nem úgy, hogy repülés közben szedem őket össze arccal. Jó, de szivatás mellett egyébként nagyon sok együttérző drukkoló SMS, mind a kettőtöknek jó leszállás, Jani, gratulálok, nem lennék a helyetekben, elképesztő, amit csináltok, írja egy hallgató. Olyan jó lenne hallgatni titeket és tudni, hogy még éltek, de erre ott az iskola. Drukkolunk, gyerekek, Feri, légy hős, csináld meg, ne izgulj, minden rendben lesz. Én repültem már helikopterrel, igaz, lógni még soha nem lógtam alatta, abba bele sem merek gondolni. Balázs, neked is drukkolunk, Jani, király vagy, hogy te már túl vagy rajta, így egy másik hallgató. Kis túrul. Igen. Balázs, most láttam a neten, a Viki már fent van egy társkereső. élőben egyébként ő is itt van, úgyhogy végignézhet. Na, ha nem lenne itt élőben, képpen mindenképpen hoztad volna magaddal, hogy még utoljára láthasd őket. Így van. Online közvetítésünk egyébként megy. Szeretett a pap. Figyelj, idefele a reptére egyébként az a durva, hogy elmondtam mindent. Hol vannak a kulcsok, hol van ez, hol van az, mit voltak. Mi azért egy kicsit átbeszéltünk. Én is odaadtam az összes értéket. A bankkártyádat? Az már nálam volt eddig is, de most már adtam kódot is. Ha eddig is nálad volt, most már maradjon is. Kőz bátran. De tényleg egyébként például, Istenem, a jó tündér, még egy kört a sárkányrepülővel. A Beninek mondtál valamit? Azt, hogy mit fogsz csinálni? Azt, hogy apád nem normális. Tegnap itt volt a reptéren, egyébként kijött, és egyetlen egy dolog kérdezett meg, és az a durva, hogy nem tudtam rá válaszolni. Ugye itt már ilyen biztonsági technikai előadás volt. Ki ez a hülye, aki ezekkel tesz? Kézzel a gyerek azt kérdezi, hogy apa, ezt miért csinálod? És igaza van. És annyira megdöbbentett ez a kérdés, hogy álltam, tudod, még ott este az ágyánál, apa, miért ültél föl a gép szárnyára? És így nem volt ideológiám. De nem tudtam ezt neki igazán. Ma belemeltem volna, hogy műsor, meg kitaláltuk, meg a hallgatók, meg a hőssévállás, de a gyerek ezen átlátott. Beni, nem tudtam megválaszolni. Letérdeltél el, és azt mondta neki, szemébe néztél mélyen, és azt mondtad, hogy Beni, ha én ezeket a dolgokat nem csinálom meg, 2 év múlva tényleg lenyom az istenes Bence. Húzzáj tartani magam. Igen, mini mi. Na, itt van velünk Oleti Csimre, hello Imre, jó reggelt! Ha te bejöttél, az nem tudom, hogy jót jelent, vagy rosszat jelent, de itt ülsz egy ideje, és én azt láttam, hogy egész reggel azért sürögtél, forogtál, intézkedtél, körülbelül 10 perce egyébként most itt ülsz mellettünk. Mi már adásban voltunk, mióta te bejöttél, nem tudtam megkérdezni, hogy miért. Ez most jót jelent, vagy rosszat jelent, hogy te itt vagy bent, és nem valahol helikopter környékén? Ez a pont kérdése. Kérdés, hogy Feri mihez fohászkodott az elmúlt napokban. Hétfőn bejelentkeztem, szerintem volt egy jó konfer, és úgy néz ki, hogy falra festettük az ördögöt. Itt poénkodtuk azzal, hogy a helikopterünknek majd az egyik hajtóművet költséghatékonysági szempontokból nem indítjuk. Hát most kitoltuk a hangárból, szerettük volna ide áthozni a stúdiótok elé, és úgy döntött magától, hogy tényleg nem fog elindulni. Úgyhogy per pillanat elektromos problémával küzdködünk, keresjük a hibát, de van megoldás, igazából sajnos... Mennyibe van ez neked, Feri? Kit fizettél le? Kirúg a politika zsebéből, az komolyan. Olték. De kár! A jó Isten nem fogja, ezt most nem mondod komolyan, hogy az a... szart az a gép. Ez ne... Ebben nem a te kezed van, ezt senki nem fogja azt gondolni. Ezt most tudtuk meg, ne aggódjál. Hát most, ahogy így mondtad, hogy nem komolyan, kilóg. Tehát magyar fordítva, két hajtómű közül az egyik nem indul. Pontosan jól mondod, de miután Feri Ráncai kisimultak, én úgy gondolom, az ő keze lehet, hogy ebben bent van. Aha. No. Ezt nem hiszem el, hogy ezért lebotoltad az angyalföldi ninja klubba. Jó, figyelj, Feri, én tudod, hogy mit gondolok erről? Én azt gondolom, hogy gyáva vagy? Nem. Én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Tehát a sors mindig valamit megelőz valamivel. Ha most a sors van reggel úgy döntött, hogy neked nem kell kötélen lógnod, mert a helikopternek nem indult el az egyik hajtóműve. Hát kik vagyunk mi, akik szembe megyünk a sorssal? De most komolyan mondom. Ha ma nem leszek buddhista, akkor soha. Hiszek az ilyen típusú jelekben, mostantól kezdve elkezdtem mantrázni, hogy ne induljon az ankeres. Higgyétek el, teljes mentális energiával ezen dolgozom, hogy fél óra megkapjam ezt a hírt az ankettesről is. De ez egy gyönyörű szép csörte lesz egyébként, mert én pont az ellenkezőjén dolgozok a tudatommal. Most szóval, kiderül ki akarjába. Szóval ennek így kellett lenni, hát van ilyen ott, nem? Akkor a stúdióba. Uh-huh. Egy hajtóművel ezt a dolgot nem lehet bevállalni? Tehát ez egy túlbiztosított dolog? Nem, az tényleg teljesen poén volt hétfőn, hogy egy hajtóművel mi ezt megcsináljuk. Szerintem hallgatóknak is lejött, hogy hétfőn sok komolyság nem voltam. Bejelentkezés, mert ezt nem lehet, úgyhogy gyakorlatilag másik produkciót vagy a hátsó rotor. Nem, a hajtómű, ami hajtja a francban, azt az egész volna, hogy a hátsó rotor, akkor pörgött volna a helikopter, és még látványosabb lett volna. Vagy felmegyünk oda, megfújjuk, vagy valamit kitalálunk.
Jó, na most azt látom közben, hogy viszont itt van egy hajtóműves, vagy rotoros, vagy egy hajtóműves, jó van. Ezek a szavak bármit is teljesen mindegy, ne akadjunk el ilyen részleteken. Tehát, hogy ez itt van. Tehát anélkül azért a Ferit semmiképpen ne engedjük el, ha ez a köteles dolog nem. Csak, hogy ő nem ül fel egy helikopterre, és nem csinálunk valamit. Hogy mi, te tudod, hogy milyen mozgást. Alternatíva is van, hogyha egy kicsit megfordulsz. Látod, hogy mi megpróbáltunk két lehetőséget felvonultatni a Ferinek. Van ott egy nagyon régi kis matuzsam, de ne kérdezz róla sok mindent, egy pokettes típusú repülőgép, úgyhogy gyakorlatilag a lehetőség a te kezedben van, hogy átülsz te is repülőgépre, vagy maradsz a helikopternél, hát ha nem is az eredeti tervek szerint, de Matyikó Ferenc pilóta irányításával itt a reptér fölött gyakorlatilag próbálnánk neked egy kis helikopteres élményt nyújtani, ha már egyszer köztársasági elnöki kegyelemben részesültél és nem lettél fellógatva. Na most a helikopteres élményt én nagyjából úgy képzelem, hogy a Feri visítva, kiabálva könyörög azért, hogy tegyük le. Tehát most elmegy egy ilyen sétarepülésre. Azon már voltam, az nagyon jó élmény, de nincs benne adrenalin. Tud-e a Matyi úr, hogy nagy szeretettel innen köszöntöm a pilóta urat, hogy tud-e olyat mutatni, amire azt mondod, hogy azt még tese? Tehát, hogy inkább nem ülnél be. Olyat nem mondok, hogy ő olyat fog veled tenni, amiben én se ülnék be, de garantálom, hogy élménymentesen nem fogsz lejönni. Úgyhogy azt látom, hogy megfogadtad jó tanácsom, hogy sötét alsót vettél föl. Igazából, ha hétfőre visszakanyarodunk és azt nézzük, hogy amit ott poénkodtunk, abból mi teljesült be, akkor most már csak neked kell a csokizás alól mentesülnöd, úgyhogy legyen szerencsét. Szerintem Matyikó Ferenc élménybe fog téged részesíteni. Mennyi pénz van nálad, Jani? Van nálad cash? Tudok hozatni. Van valahogy automatát. Figyelj, reptessük már meg a Ferit úgy, hogy gyerekek, azt senkit nem zavar, hogy ennek a gépnek nincs ajtaja? Ez mi? Ez üzemszerű? Igen, ez akár üzemszerű is lehet, bár ez kimondottan a hatás kedvéért lett így pluszba, hát úgymond pluszba leszedve róla. Pluszban leszettétek gyorsan az ajtót. Jó, Feri, egyébként nem hát tudom most ezt hirtelen eldönteni, hogy te melyikkel jártál volna jobban. Fölsz a kötél végére és repülsz egy ilyen lájtosat 50 méterrel a föld fölött. Vagy így viszont akkor most, ha nem indul a két hajtómű, és akkor beültetünk ebbe a helikopterre, beszélünk a pilótával, és sírva térdre kényszerítjük a 140 kilódat, úgyhogy könyörögni fogsz. Nagyon kedves, hogy nettó 115, így mondjuk a 145. Jó, nettó 115, így van. Nettóba számolunk. Jól hangzik, mondjuk én azért azt is el tudnám képzelni, hogy mint a vércse lecsapnál azzal a pokettessel a bakcsomópontra, és megzavarnád ott a forgalmat. Melyik a kettő közül, melyik az, ami garantáltan olyan élményt okoz a Ferinek, hogy ne ismerjünk rá? Hogy átrendeződjenek az arcvonásai. Egy kicsit így az adrenalin szint feltolását mindenképpen a helikopter garantálná, ugyanakkor egy kicsit az múltba visszamenni, és tényleg a szabad légáramlást érezni, azt a pokettest tudja. Dönts el, a Feri, rábízom. Hát, Feri. Maradjunk most már helikopternél. Mérhetetlenül szomorú vagyok emiatt, mert én most már tényleg betreníroztam magam, hogy föllógatom a kis testemet erre a vacakra. Én viszont tudom, hogy mit tud ez a helikopter, mert... Láttam már ilyet. Nem, láttam, hogy ez mit tud csinálni. Szerintem sírni fogsz így, és nem akarok nagyon rádiasztani. Szerintem könyörögni fogsz. Igen. Láttam egy automatát, tehát tudunk még egy kicsit rajta. Dobni is rajta. Igen. Ja, akkor menjünk helikopterezni. Jó, menjünk akkor helikopterezni, szerintem akkor itt fél alatt te rá tudsz készülni, vagy a hírek alatt, és akkor már mi egyébként úgy tudunk visszajönni, hogy te bentről a helikopterben üldögélve. Hol kell elképzelni a Ferit? A pilóta mellett, vagy hátul élvezve az élményutazást a hátsó közöttet? Az első, pilóta mellett bal oldalt. Pilóta mellett bal oldalt. Elől, bal oldalt. Elől fogsz ülni bal oldalt. Feri, a biztonságedért adod az órát, majd én tovább passzolom. Ez apám órája volt. Ha meg kell halnom, akkor ebben halok meg. Tudom, mondtad, hogy sokáig a végbeletben őrizted. Így, igen. Nem úgy volt, hogy apám, amikor a vietkongok elejtették, ugye fogjul, akkor ő aztán átadta egy katonatársának, és aztán ő adta a kezembe, hogy akkor ezt most én. Te mennyire bírod a repülést egyébként? Mert erről még nem dumáltunk. Tehát mindenről dumáltunk, de arról, hogy te a gyomorilag, tehát hullámvasút, körhinta, ezek. Nem ülök föl rá. Na ezért kérdezem, hogy én úgy tudom. Nem ültem még a hullámvasúton életemben, mert egyszer volt egy olyan szett, nem tudom, hogy megvan-e még ez a Vidámparkban, hogy egy ilyen műcsónakkal fölhúznak 3 méter magasra, és onnan egy sínen így leesel. A vízbe. Na most onnan, ezt megcsináltuk egyszer, én egy órát ültem a parton, mire föl tudtam állni. Tehát én így állok a repüléssel, meg ezekkel a dolgokkal. Akkor viszont egész biztos, hogy zokogni fogsz. Tehát ez a helikopter, ez tud olyanokat. Mennyire bonyolult egy helikoptert vezetni egyébként? Nem bonyolult, elég összetett feladat. Ugye használnod kell az összes végtagodat, mind a két lábadat, mind a két kezedet, itt gyakorlatilag egy időben. Akkor megy már jól, ha egyfajta ösztönösi válik, ami ezt több száz órát kell repülni. Amíg az elején még gondolkodnod kell, hogy a jobb pedál mire való, a bal pedállal merre mész, addig egy kicsit igazából még ez
A Feri előtt lesznek pedálok, vagy kar, vagy azt akkor gyorsan kilencelem? Én úgy tudom, hogy ki van most minden szedve helikopterből, amúgy igen, biztonság kedvéért. Biztonság kedvéért, hogy nagyon ne avatkozzon bele itt a mutatványba. Hogyha pánikba esik, esetleg a Feri ki tud-e tépni valamit a műszerfalból, amivel befolyásolni tudja a repülési magasságot, illetve komoly veszélybe sodorhatja a pilótát. Hát, ha ő pánikba esik, akkor majd a pilóta jó, lefogja. Tehát a pilótának nem lehet semmi baj, mert ez megnyugtatna minket. Figyelj, te tudod azt az egyezményes élet, amit nem mondunk el a hallgatóknak, de egy bizonyos szó, és az a szó arra vonatkozik egyébként, hogy jöjjön le a helikopter? Ne, nekem erről marhára jó, nem szóltatok. Jó, nem baj, nem is érdekes. Na, azért kérdezem. Mi az? De nem, már, ne legyetek szennyák. Mi az? Mit mondtál valami? Nem mondjuk el. Hamburger? Nem, nem. Vagy is, nem. Vagy mi? Nem. Nem. Elmondjuk adáson kívül, de nem tudhatják a hallgatók, mert ha kimondod, akkor ezzel fognak cinket. Ja. Van egy titkos szó, amit eldöntöttük. Ez a szó nem szól másról, mint ez. Bármelyikünk kimondja, akkor az egy egyértelmű utasítás a pilótának, hogy elég volt, köszönni, szálljon le. Nem, mint a gyávaság lenne ez kijelenteni élőben, de ezért mégis kidolgoztunk egy ilyen rendszert. Jani nem mondta ki. Tehát figyeltünk folyamatosan, nem mondta ki. Többször elindult a szó, de nem mondta ki. Nem lesz itt semmi gond. Feri... Ne csodálkozunk majd rajta, hogy a pénteki receptje a Ferének a csurgatott leves lesz. Feri nem tud mit kimondani, mert nem tudja a szót. Ugye? Fogalmam nincs, hogy mi csapatjuk. Nem érdekes. Igen, de nem is kell. Na gyorsan még egy-két SMS, aztán elmegyünk repülni. A Végső állomás című film remélem megvan. Ha nem láttad, nem mondom el, hogy miről szól, Feri. Tulajdonképpen arról, hogy mindegy, mivel mész, nem tudod elkerülni a sorsodat. Ha kötél el, ha kötél nélkül. Nem alfa motor van a helikopterben? Kérdezi valaki. Nem. Az menne, tudod? Az menne. Az beleviszi a gazdáját a jóba. Tényleg milyen motor, milyen nyomaték van egy ilyen gépben? Ez egy 505 lóerős turbó, meg a hajtómű, ennyit kell róla tudni. Gyakorlatilag. Melyik nem megy most, vagy ez az új már? Amelyik az új. Amelyik 505 lóerős. Na jó van. Ja, várja, Feri, ne érts fél, a te géped e mögött van. Egy kisebb. Drága hallgatóink, néhány perc akkor élőben a budaörsi Raptorről online kamerákkal, streamen keresztül tudjátok nézni, ahogy megreptetjük Ferit. A technika, vagy az élet, vagy a sors, bármi igazából teljesen mindegy, közbeszólt, nem lóghatsz kötélen, én az ilyen jelekben tudod, hogy hiszek, erre adok, ez most akkor így ebben a formában nem biztos, hogy vagy, viszont 10 perc múlva masszív zokogás lesz, ebben is biztos vagyok. Köszi. Úgyhogy jönnek a hírek, és utána jövünk a repüléssel, pontosan 8:30. Morning Show, a leghallgatottabb reggeli műsor. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik a legfrissebbek a Klassz FM-en. Vihar váltja a napsütést este. A birkózás sorsa, a tét dönt a nob. Szivicse Diós gyűredzője lesz, Kosztrihán Karolina vagyok. Az ország és a nagyvilág hírei. Első kézből. Csak slágerek. Klassz FM, a rádió.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, itt vagyunk. 8 óra most pontosan 40 percen, Feri pedig már egy ajtó nélküli helikopterben. Ebben a pillanatban megkapta a felszállási engedélyt. Ugye? A Alfa Delta Charlie, vagy valami, ilyeneket szoktak mondani, egy igazi druszámmal ülünk itt a helikopterben. Gyerekek, ez azért így nem vicces, hogy itt a föld alattad és nincs ajtó. Nem, igen. És az a baj, hogy indítja a hajtóműveket felül. Hát azért igen. Van itt. Mert ahogy egyébként Imre megígérte, egy picit felturbózzuk az élményt a Feri számára, amely pedig azzal, hogy gyakorlatilag azok a kis nyílászárók, amik oldalt szoktak lenni a helikopterrel, azok most így le vannak téve valahova oldalt. Tök érdekes egyébként, szemből nézve, még így állás közben is balra dőlt a gép. Keresztanyád, ne haragudjál, keresztanyukád. Megígértük, hogy nem szemétkedünk. Egy nagyon szép 4 vagy 5 személyes helikopterben ül Feri elől a bal oldalon egyébként, mindenféle pedál és mindenféle botkormány nélkül. Ami a durva, és ami szerintem azért zavarhatja a komfortérzetedet, közben ugye halljuk a pilótát, hogy megkérje a felszállási engedélyt, hogy ajtó nélkül egy szál biztonsági övvel ülsz, de úgy, hogy szinte a kezed és a lábad akár ki is lóghat. Csak mondanám, hogy befúj a szél vadul, és mutatok nektek valamit, mert azt gondoljátok, hogy ez egy 4 pont vagy 5 pontos biztonsági öv, hogy az fölül rögzít. Uh-huh. Nem rögzít, mozog. Feri, figyelj, én egyet tudok mondani, szerintem kapaszkodj, tényleg. Kapaszkodj, igazán kedves vagy. És még mielőtt felszállnátok, Feri, én is mutatok neked valamit, jó? Az olfán kulcs a területen! A biztonság kedvéért nálam lesz, jó? Mert én megbecsülöm az olasz márkákat, és jó lesz még valamire. Az biztos is. Egyébként azt elmondták, beültem nagyon kényelmesen, és azt mondták el, hogy gyakorlatilag semmihez nem nyúlhatsz, és sehova nem teheted a lábad, na. Tudod? Mert előttem is van két pedál. Hát akkor, gyerekek, térdre, uraim, metál! Szia, Feri! Szia! Fogalmad nincs, hogy mi vár rád szerintem. Azt mondta Ferenc, a pilóta, hogy csak olyan dolgokat fogunk csinálni, amit bárkivel, bármikor, mindig. Szevasz! Ez elindult! Ebben a pillanatban Feri elkezdett emelkedni a helikopterrel. Hát... Helyben forgunk, nagyon menő! Már egy helyben forog, online közvetítésünk a látható, 10 méterre a földön egyébként Feri folyamatosan forog, és hátrafelé kezdett el emelkedni a helikopter. Na most az van, hogy én repülővel másokat mentem, helikopterrel pedig, Jézusom, Atya Úristen, gyerekek, beszarok, jaj, bocsánat! Ez nagyon jó, Ferikém! Jó, ide jó! Gyerekek, ez olyan, mint amikor nézel ilyen izéfilmet, ilyen háborús filmet. Atya na Isten. Ne basz, ne csinálj, hülye vagy! Ember! Jaj, Jézus basz Isten. Meg! Jó, ne haragudj! Ja, igen, ez most egy kicsit kicsúszott, de egyébként, mivel nálam van egyébként ebben a pillanatban is egy látcső, én látom azt a fajta tanácsolásságot a pilóta arcán, amit jó, mondom, fej. Hogy alulra mit látunk, felé egy ilyen zuhanó repülésben elindult. Jézus Isten! Ember! Egy zuhanó a repülésben, a föld felé, és kb. 20 méterrel a föld felett a pilóta fölkapta egy nagyon durva balkanyarral, komplet Budaörs, M1-M7, Diós, Török Bári, mindenki láthatja, hallunk. Gyerekek, én nem hallok semmit, elment a fülesem. Elment a mindenem, elment, és gyakorlatilag már magam alá csináltam. Nagyon jó, gyakorlatilag az történik, amit nekünk Imre is megígért, hogy a pilóta végig fog csinálni minden olyan kis trükköt, meg kunsztot, amit egyébként a gépnek a demo lemezén is lehet látni. Ez fantasztikus. Feri, ebben a pillanatban egy helyben lebeg. Nem tudom, hogy hallotok-e még belőlem valamit, nem tudom, hány méteren vagyunk. Itt megálltunk. Egy helyben levegtek egy jó 100 méteren szerintem. Mindenféle dolgokat. Ajajajajajajajajaj, ne! Jézus Úristen! Konkrétan olyan, mint a zuhanna. Bassza meg! Júj, srácok! Kiváló! Sokkal jobb, mint a kötél, Feri! Nem tudom, mennyi lehetünk egy 150-200 méteren. Gyakorlatilag egy picit állt a gép, és utána fogta Feri, és egy másodperc alatt lejtette, és ezt ugyanezt megcsinálja a repülésből is. Feri zuhan újra a helikopterrel a kifutó felé. Ez életem legnagyobb élménye. Nem gondolom, hogy még egyszer fogom ezt kérni. De ez valami fantasztikus, ahogy megyünk a stúdió felé, most meghúzza, megint fölmegyünk, és megáll, és azonnal ejti le bal oldalra. Látom, gyerekek, tömeg van oda, az autók állnak a kifutópálya végén, menjünk már el oda a kifutópálya végére, ha Feri hallasz engem. Nem tudom. Jaj, de kurva! Jaj, nem mondunk ilyen csúnyát! Hú, de nagyon jó, ez de kafa! Oda a végére menjünk már el a mi kis hallgatóinkhoz. Megpróbálunk oda elrepülni, ahol a hallgatók állnak. Gyerekek, ezt nem hiszitek el, a gyomrom tartalma, ami egyébként üres.
az gyakorlat. Szevasztok, srácok! Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok! Ej, de jó! Már vízionálok, nem áll senki. Azt a mindenit! Úristen! Fogalma nincs, hogy hol van. Egyébként ezek a pillanatok lehetnek a legdurvábbak, amikor úgy dönti meg a pilóta a gépet, hogy gyakorlatilag a fölül lóg. Leszedjük a traktor tetejét! Atya úr! Igen, aki esetleg nem látja online közvetítésünket... Mindent átértem életemben, de ez valami szédületesen jó. Feri folyamatosan fölmegy. Semmit a fülhallgató kapcsolat, az megszűnt. De igen, amit Feri csinál a helikopterrel, azt bármelyik filmben el tudom képzelni. Úristen, megyünk megint felétek, megint meghúzza fölfelé, megtartja. Egy picit elengedi, egy picit megtartja, itt fönn nézzünk szét a gyönyörű Budapest előttem, és Budaörs, néhányan fekete zászlót lengetnek, nem tudom, hogy nekem szól-e Bali, vagy neked. És megint ezt a csávó, ezt nagyon szereti, ezt a trükköt. Jóisten, nagyon zuhanó repülésben a Feri megindult megint a fű felé. Egyébként tényleg hihetetlen, mert ha nem hallanák, hogy Feri mennyire elragadtatott, hogy mennyire élvezi. Szerintem repülünk, nekem becsurgott, férfiasan megmondom, még a keményebb anyagra várunk, de az nem lenne baj, ha nem jön neki, azt a kutyafáját. Ennél rosszabbat nem tudok elképzelni, mikor megáll, egy picit hátrafelé van a gép, és megforgatja. Jó, azt nem tudom, hogy fog neki szólni, hogy hagyja abba? Igen, én többször próbáltam bekapcsolódni egyébként a közvetítésben, nem sikerült. A Feri bácsi megköszöni. Te gyakorlatilag nem hall belőle, csak megdobom valamit. Figyelj, a Ferinek... A gyomrom a torkomban forog, de életem legnagyobb élménye volt. Nem tudom, lehet, hogy most már nem bánom, hogy a nagy helikopter nem indult el, és nem tudtam függeszkedni. Bár ha most belegondolok, hogy ugyanezek a mutatványok úgy lettek volna végrehajtva, hogy nincs körülöttem a pilóta fülke, akkor azért az nagyon kemény lett volna. Hallottok engem? Látok innen persze, esetet, persze, hallottok? Csak igen. Engem hallottok? Mi hallunk téged, csak te nem hallasz minket, érted? Jó. Feri ebben a pillanatban leszállt, és hát szegényként, ahogy kinéz egyébként, hát sápat. Ugye? Hát, azért is mondhatni, ez szerintem a köteles húzásán egyébként 100 000-szer durvább volt. Ezek a hangok is a Feri jelenek. Bármit is mondtál, igazad van, és egyébként nagyon ténylegesen jó, Feri nyomokban emlékeztet arra a srácra, aki felszállt a helikopterre. Én nem tudom, hogyha nem láttam volna egyébként, meg tényleg nem hallottam volna azt, hogy a Feri mennyire élvezte ezt a dolgot, akkor azt gondoltam volna, hogy a pilóta haragszik rá valamiért, mert olyan kunsztokat csinált vele, amik szerintem azért konkrétan a cirkuszi kategóriába, a cirkuszi mutatvány kategóriába tartoznak. Feri ebben a pillanatban újra visszatér az anyaföldre, visszaadja nekünk az ő kis nettó 119 kilós testét, és elragadtatott. Úristen, mekkora kőműves dekoltás. Egy kézfogás szemé, te annyira rohadék vagy. Feri ebben a pillanatban megérkezik vissza, és hát figyelj, számomra... Tehát az, amit te a kötéllel csináltál volna, Feri, nem is tudtuk átadni igazából, ahogy közvetítette, szenzációs volt, ez 6000-szer durvább volt, mint a meghúztak volna. Gyerekek, azt nem hiszitek el, nem tudom a kötél milyen, most nem bánom, hogy ez volt, ez adrenalinban egyszerűen kész van, vége van, amikor fölmegy előre felé, megtartja az ember, és utána fogja, és elkezdi megborítani, a hallgatóink fölött 5 méterrel mentünk el, mindenki integ egy gyerekek, tele van a sorkin, és mindenki bennünket néz. Feri, a legnagyobbak vagyunk mi együtt, köszi! Azért adrenalinban nincs hiány, nem? Igen. Volt olyan pillanat, amikor nem hiszed el. Ezt de elhittük adásban. Zseni volt. Hallottuk, az volt a legjobb az egészben, hogy te ugye nem hallottál minket, és emiatt végig közvetíted az egész, még csak álltunk, bámultuk, és hallottuk, hogy tolott folyamatosan. Egyébként lentről is szenzációs volt. Isteni volt, föntről meg még jobb. Hát az, amikor áll a gép, és egyszer csak így rád néz a pilóta, és bolint egyet, hogy gyerekek, nem lesz. Így van, ezek az 1 000 000 eurós trükkök a Cobra 11-re. Jézus, igen. A gyerek, annyira profi az ember, rezzenéstelen arca nyomta, írtózatosan jó volt. Gyomrod? Jó. Jól van? Nem érzed? Hát amikor így leborít, vagy akkor amikor nagyon fölhúz, és tudod mi a baj? Hogy nincs támpont a szemednek. És akkor elkezdett keresni, hogy hol van a vonal, a horizontvonal. De akkor már benne vagy egy másik. Nem, mert akkor a horizontvonal nincs meg, tehát nem tudod, hogy hol van. Köszönöm! Az megvan, hogy ilyen 10 méterre a föld felett jöttetek felénk, persze, arra emlékszel, hogy vagy 5 méterre a föld felett repültetek az üvegstúdió föl, és itt kaptak föl, pont fölöttünk. Embertelen, hogy mit tud az arc. Köszönöm uram, hogy leállt az a fránya gép, ez szerintem sokkal nagyobb volt. Kicsit szomorú vagyok, mert a lógás az is jó lett volna, de majd egyszer azt is megcsináljuk. Ez kész vagyok.
Madarak. Jani! Yeah. Madarak hőmérséklet. Yes. Milyen madarak? Milyen? Ha, azt sem tudom, hol voltam. Semmi. Nem láttam. Semmi. Próbálod keresni a tekinteteddel, amikor megáll fönt így 300-on, az nagyon vicces, mert az ember nem áll a levegőben. Alapból. Igen. Helikopterrel. Az igen. Nem egy megszokott dolog. Hmm. Na jól van. Hát ti már ott a napos oldalon. Na oké, te is keresgéld az elragadottságnak a hangjait, a szavakat, jó, amiket lesz, mi Bazi. Használtunk, te is majd próbáld meg majd hitelesen továbbadni. Én azt gondolom, hogy te nehezebb feladat előtt állsz most, mint ketten együtt véve. Hát nem tudom, látva a Feriét egyébként ebben nem vagyok biztos. De. Jó, oké. De. Csak nem akartam hype-olni. Körülöttem legalább volt egy kicsi védőburok, tudod? Igen, igen. Isten, de szép az a szék, te Jani, nem? De jó. Úgy érzitek, hogy jól néz ki egyébként? Hát, igen, figyelj. Innen. Igen. Megnyugtató, hogy egy órája már senki nem ment a szék közelébe. Tehát engem ez azért így mentálisan egyébként megnyugtató. Igen, mert tudom, hogy a fejükre esik. Reggelit még volt egy kis szerelés, még úgy valamit csinálgattak. Most már ugye az ankettes és az ankettes jobb szárnyán található szék közelébe egy órája nem ment senki. Úgyhogy egészen jól állunk. Valaki áll egyébként a gépnek, és megpróbálom leolvasni a szájról, hogy mit mondta, hogy ezerszer mondtam, hogy a nagy szervizel átkeresztjenek a rohadt gépnek legalább 10 évente egyszer. Csináljuk már meg! Egyébként tényleg áll valaki, és Tamás csalul telefonál a gép mellett. Na jól van. Itt van egy hallgatónk, akivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Gergő vagyok. Hello, Gergő! Honnan telefonálsz, Gergő? Hát most helyileg konkrétan nem szeretném megmondani, annyit mondanék, hogy egy siklóernyő gyártó. Jaj! Na, repülősök! Hoppá! Repülősök, igen. Elmondhatjuk így is, igen. Igen. Feri magánkívül volt finoman fogalmazva, hallottad? Igen, ezt hallottam. Így van. Nehéz lett volna nem meghallani. Igen. Ne haragudjatok a csúnya szavakért, higgyétek el, nem jön ki más belőled odafönt, csak igen, az üvöltés. Abszolút megértem, mert konkrétan a Janinak a helyzetét átéreztem én is, mert én is repültem. Hát konkrétan ilyen sárkány repülőszerűséggel. Uh-huh. Inkább ez a sztrájknak nevezik. Úgy hiszem, a siklóernyő csak beülős, nagy motoros. Figyelj, ha ezen túl vagyunk, én többet nem akarok repülőkről hallani egy ideig. Tehát itt már a beülő, a nem karabine, nyaralni, a szék, sehova borattal megyünk. Na jó van, nekivágunk. Besenyei hívott Balázs Galakar, nem. Ne hívj vissza! Nem vagyok, beteg vagyok, elérhetetlen vagyok. Figyelj, kezdünk, jó? Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Milyen légijármű volt a Zeppelin? Mi volt ő tulajdonképpen? Léghajó. Így van. Repülős kérdések, Jani. Tematikus. Ki a profi? Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Így szól a második kérdés dedikált pólóért. Milyen nemzetiségű Felix Baumgartner az első ember, aki ejtőernyős ugrás során átlépte a hangsebességet? Talán szomszédos országból. Osztrák? Osztrák, így van. És a harmadik is egy zicser lesz egy olyan embernek, aki szereti a repülést. Menjünk tovább. Hát, jó lenne az a dedikált bőg, de próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik az olyan repülőgépet, ami képes vízre leszállni és onnan felszállni? Hidroplán. Ennyi. Hidroplán, így van. Jó, dedikált bőgre. Nyugodtan, egyébként belefér. Jó, nagyon örülök, ez kész, ez feltett napfénypontja. Hát nekem. Nekem majd lesz. Igen, nekünk 10 után jön, ha túl vagyunk ezen. Gratulálok, drukkolok, küldjük. Drukkolok, nagyon sok szerencsét, minden rendben lesz. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy jó is lesz, hidd el. Köszönjük. Küldjük az ajándékcsomagot. Ciao. Köszönjük szépen, ciao. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Ilyenkor mi szűj a következő megmérettetésre? Ilyenkor mindig már így mosolyogsz, hogy 9 óra, mindjárt vége az adásnak. Ilyenkor mindig, hogy gyerekek, nem iszunk egy kávét, vagy ilyenek, mi van? Fura, hogy a Jani még itt van, nem kezdett el bankautomatát keresni. Hát csak ilyen fél 10-kor szoktak. Ráérek vele, már van a kártyád is, meg a PIN kód is. Jó, lehet arcoskodni nyugodtan, jó, elkezdhettek keménykedni, de gondoljatok arra, hogy kegyes voltam hozzátok. Mind a ketten gondoljátok végig, hogy amikor a levegőben voltatok, hagytam az ostoba tréfákat, megőriztem a méltóságotokat, és csak közvetítettem mindenféle aljas fekete humor nélkül. Ezt várom el tőletek. Na most bocsi, én nem hallottalak. Hidd el, hogy nem volt ember annyira veled, mint én. Egyébként tényleg sajnáltalak, kemény volt. Na, hát jövünk vissza akkor 9 óra után. Az ankettes felkészült, a kempingszékek már a szárnyra erősítve, gumipókkal és minden mással. Most már nem tudunk ebből kimászni. Nagyon nem lehet, most szépen elmegyünk, zenélünk együtt, átvesszük azt a szót.
ami nyerjük, majd ezzel fog jutni a titkos szót, amit mondok, amivel le tudok kényszeríteni újra a gépet a földre. Na jó, drága hallgatóink, még mindig a helyszín, ugye a budaörsi repülőtér, 9 óra után pedig, hát tulajdonképpen jövünk vissza a turistákkal a vasemberre, ugye? Szemét. 5 perc van, 9 óra, jövünk a hírek után. Leghallgatottabb reggeli műsor. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Kilenc óra múlt sok perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, szevasztok! Szevasz! Szétszálltok az arcotokon. Ne nézd be arra, a kaszetébe hasa kilátszik. Tudsz veszélyesen élni, de ez még neked is sok. Igen. Hát elindult igazából a dolog, most már ilyen mindenféle mikrofonokkal, különböző biztosítókokkal, hevederrel és mindennel együtt felszerelkezve az Ankettes mellől tulajdonképpen, ugye? A gépet bemelegítették, az elmúlt percekben megjárattuk a motort, egyelőre működik, most 3 méterre vagyunk a géptől, de még nem jár ugye a motor. Balázson már rajta van az a felszerelés, ami a repüléshez feltétlenül szükséges, tehát a két belső fejhallgató, ugye ezt szépen felragasztottuk neki van, is. És ettől a frizurája olyan lett, hogy most már ténylegesen a fiatal Mark Hamillre hasonlít, tehát hogy most már a hasonlóság annyira megtévesztő, hogy egy picit keresem is az oldalán a fénykardot, de nem fénykardot látok az oldalán, hanem egy hasitasit, egy két üzletet, még nyílbe ütsz esetleg, viszed magaddal a kest. Tudsz váltani? Aprót. Janinak tartozok 3000-rel, de csak 20-asom van. Jó, megpróbáljuk föltenni a bukósisakot. Egyébként nekem már ez önmagában megérte, ezzel láttam, és soha nem láttam, hogy egy bukósisak felfért volna a fejére. Tehát most már abba hagyhatnánk, mert már egy történelmi léptékű tetten túl vagyunk. De hát ugye... Jó, azért azt ne felejtsd, hogy tegnapi napot... Ez már szóló, Gábor? Igen. Hogy... Egy tegnapi napot megelőzte egy sisakpróba, tehát ezért itt volt izzadás, amíg megtalálták a megfelelőt egyébként, mire ezt föl tudtam tenni. Úgyhogy, na átvettelek benneteket a másik mikrofonra, ezek kicsit máshogy hallottuk, úgyhogy ez nem egy spontán sisak felvétel volt, ez már le volt próbálva. Na. Olyan egyébként a hang már, mint hogyha fölvennél. Szerintem csináljuk úgy, mint hogy már fölvennél. Szerinted ennyi emberrel elhetíthetni, hogy fölt voltam? Várjál csak, én vagyok a motorhang. Rohadt nagy vagy. Csináljuk azt, hogy most nagyon megölellek benneteket, és ezáltal olyan, mintha éppen most már megvan. A botok már megvannak, és tulajdonképpen kész is vagyunk. Jó, na, akkor... Hát mi lesz? Maradtok a földön? Maradunk a földön, az a biztonságosabb mindkettőnk számára, te meg már ugye most ebben a pillanatban úgy nem vagy érdekes biztonság technikailag. Azt vállaltuk Jánossal, hogy innen a szédítő mélységből nézünk majd rád. Nem lesz egyszerű. Jól van. Na, ha mászhatok, akkor elindulok fölfelé, de egyet kérek, hogy itt vagytok a fülembe, csak mondom, na, hogy téged is és téged is hallak. Jó. Give me five, hát ha nem. Let's go baby. Gyerekek, na, van egy biztonsági mellény a Balázson, azzal fogják majd kikötni őt a székhez. A hasán van egy kamera, amivel az ő arcát fogjuk majd mutatni. Szerintem, azt nem tudom, hogy ez most az internetes közvetítésben már látszik-e, de az biztos, hogy majd, amikor lesz egy összevágott anyag, akkor ezt megnézhetitek. Kaszkadőreink fönt várják a gépen, és elindult Balázs. Atya úristen. Jézusom.
Most mi nem halljuk a Balázs gyerekek. Már most része vagy a történelemnek. Na várjál, megpróbáljuk jó, vissza. Gyorsan, gyorsan adunk neked egy kézi mikrofont. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy ez itt már egyébként állva a repülőn is elég magasnak tűnik. Tehát te már ott lent, János, nagyon apró vagy. Így van. Balázs olyan messzire került tőlünk azáltal, hogy felmászott a gépre, hogy fönt van egy finánc, aki kéri már tőle a vízumot. Igen. Ugye a felszállást is élőben lehet közvetíteni, most már nem megyünk el zenére, nem megyünk el reklámra. Igazából drága hallgatók, annyit tudok elmondani, majd még készülök tőletek elbúcsúzni, hogy nagyon szerettem veletek lenni, nagyon szerettem ezt a műsort, senkit ne engedjetek beülni a helyemre. Jó? Ha ők ketten akarnak valakit, ne engedjetek. Ha te nem vagy, mi sem vagyunk. Megvárjuk akkor még, hogy ezt megcsinálják. Jó. És akkor utána szerintem indulhatunk is. Mert hogy ez, igen, tulajdon nekem ez nem annyira szól a szájmikrofonom. Gondolj a 10 millára, gondolj a 10 millára. A biztosításomra? Persze, a főiskoláig megvan, Benny. Nagyon drága főiskola, abból nincs meg. Csak mondom. Hogy van a gyomrod, Feri, egyébként? Most már kezdek visszaállni, ez a két lábbal való talajon állás sokat fog rajtad is segíteni, amikor visszaérsz. Így van, hogyha egy grafikonon kellene ábrázolni két párhuzamos csíkkal a te gyomrodat meg az ő gyomrát, akkor most kezdenek eltávolodni egy picit egymástól. A tiéd megy most fölfelé. Na, lassan megcsináljuk azt is, itt az átjátszót kell még beprogramozni, ami a gépben van. Ez megtörténik hamarosan, és akkor újra hallunk téged. Na, ott ne nézd le, ne nézd le, az 6 méter. De az a durva, hogy tegnap, amikor ide följöttem, ugye most már fönnállok a gép törzsén tulajdonképpen, akkor ugye még volt tériszonyom, most már annyira hozzászoktattam magam a gondolathoz, hogy felszállunk, hogy itt már simán áldogálok, és egyáltalán is tériszonyom. Tehát ez a gondolat. Fejben dől el. Minden fejben dől el. Így van. A Balázs egyébként úgy néz ki lentről, mint Mad Max, aki elkezdett valuta üzérkedni, mert a hasám ugye ott van egy ilyen kis hasítási, amiben viszi magával az Euróhegyeket. Figyelj csak, fölöltöztél te rendesen? Nem lesz ott hideg? Egyébként nem. Hoztunk egy motoros kabátot, csak abban az kiderült, hogy egy ilyen gyorsasági motoros kabát, abban nem tudok leülni. Úgyhogy adtak rám egy másiket, egy motoros jacky egyébként, ez szerintem elég lesz. Hány fok van fönn? Igen, azt azért hívják egyébként gyorsasági motoros kabátnak, mert hamar vége van a futamnak benne. Egyébként nem kell, hogy meleg legyen. Júj, nézd, hát közben pilótán kinéz az ablakon, minden rendben, főnök. Jól működik a motor, nagyszerű. Én még egy pillanatra ide benézek, hogy itt mi a helyzet. Ja, te abba fogsz ülni? Hát persze, mit gondoltál? De miért nézte mindenki a másik széket akkor? Na közben én bejöttem a pilóta fülkébe, szeretettel köszöntöm a vezérlő egység legnagyobb ismerőit. Minden rendben van-e? Igen. Jó, ide visszafogottan nyilatkozik a pilóta úr. Gyerekek, jó minőségű gépünk van, kiváló kezelőszervekkel. És azt most mondom neked, Balázs, remélem, hogy hallod. Hallak, persze. Kérlek szépen, kettő darab nagyon jó minőségű fekete bőrkesztyűt húzott fel a pilótánk. Mi ennek az oka? Hát azért, hogyha az ember keze izzad, akkor ne csusszon le a kormányokra, illetve amikor kezeli a szerveket, akkor hogyha olyan közel vannak egymáshoz a karok, hogyha odaütközik, akkor nem veri le a bőrt. Nem veri le, vigyázz! Ez a hivatalos verzió, valójában pedig azért, hogy ne maradjanak a botkormányon új lenyomatok a későbbi felelősségre vonás. Igen, Most már nem nevetünk mindjárt. Gyerekek, az a durva egyébként, hogy konkrétan már a szárnyon ülve egyébként majdnem, hogy tudok adni nektek egy közlekedés jelentést, mert hogy körülbelül ugye a hiperek tetejével vagyok egy magasságban, ami kis túlzás egyébként természetesen. De hogy rálátok a budai hegyekre, látok Török Bálintot, tehát nagyon magas egyébként, innen nem kell menni, ebben a pillanatban egyébként történik a bekötés, tehát rögzítik a széket. Én nem nézem, hogy mit csinálnak, az én mentális energiámat most nem veti el. Jani, csekkolt, hogy jól kötnek el. Látsz még minket? Onnan a magasból. A pici integető bogár, én vagyok. Mi az ott a közvetlen a bal kezednél? Van egy vas, ez a majré vas? Ez azért van, hogy kapasz, hogy... Ez a katapult. Tehát ezt meghúzom, persze, te meg benyalod. De ez azt mondja, hogy ez egy ilyen kapaszkodó a bal kezemre lett kiépítve, hogy mégse úgy üljek itt, mint a tényleg nem tudom, az első sorba ülnek az iskolába. Ez meg tudom fogni legalább a bal kezemre. Meg azt tudod, miért érzetre van. Érzetre nem sok, csak legalább valami. Amikor elengednek a csavarok, akkor úgy tudsz oldalt fordulni, amit mondtak, emlékszel? Ja, tényleg. Tudod? Igen. Oldalt fordul. Igen, Imre a pilóta reggel 6 órakor, hát ezt már elmeséltük, ugye, úgy fogadott, hogy... Nem, ezt bocsánat, ezt már tegnap elmondta, hogy... Hát, hogy arra figyeljek, hogyha lazulnak előttem a csavarok, nyilván humorizál, forduljak oldalra, mert úgy kisebb a légellenállás. Ennyi. Azt a jó arc vagy. No. És a jobb kezednél miért nincsen ilyen vas? Azért, hogy tudj elintegetni, vagy hogy eltered a figyelmedet, és esetleg simogasd magad, ha olyan állapotba kerül. Ott miért nincs ezen az oldalon?
Szerintem költséghatékony. Vagy itt legyen 50 centi, vagy ott ne legyen semmi. Gyerekek, vagy szimmetrikusak legyünk, vagy így legyen. Kis repülés, kis produkció. Igen. De hogy a nézelőtök, hogy menjen, hogy ennyi kaján videó, ami itt van, most komolyan mondom, a gép előtt legalább 200 darab ember áll, mindenki nagyon röhög, mindenki azt gondolja, hogy nézd, de jó, hogy nem én ülök itt. No kérem, lejövök. Szépen elérkezett a pillanat, hogy a mi biztosítási alkuszunktól megkérdezzem, hogy az a bizonyos 10 milliós biztosítás, amiről beszélgettünk Péter a múltkor, az megvan-e? Megvan, igen, megérkezett. De nem írtuk alá, az nem zavar? Nem baj, mert mi vagyunk a szerződők. Igen, tehát ti vagytok a szerződők, és a kedvezményezett ki, csak nem te. A kedvezményezettek nem mi vagyunk, azok az örököseitek, a kedvezményezettek, úgyhogy... Megnyugodtál, Bazsi? Most próbáltam nem figyelni, mert itt közben a kaszkadőr barátaim azt kérdezik, hogy próbáljak meg fölállni, csekkolták a rögzítést. Tehát, hogy itt közben azért zajlik a dolog. Jó az nekünk, Feri, amit mondott, vagy nem? Ez jó, jó az, bízhatsz bennünk. A Jani meg én nyerünk, ha baj van. Úgyhogy mindenféleképpen jó. Közben Nem ti vagytok a kedvezményezettek, csak mondom. Szerinted. Most intéztem. De még gyorsan írasd át. Nem. Most intéztem. Az előbb már elmondtam a ruházatod nagy részét. Annyit kell, vagy érdemes róla még tudni, hogy három egyéb kamera is van, különböző állásból fogjátok majd látni az összevágott videón a Balázs arcát. Ezek a kamerák ugye nem közvetítenek most jelet, tehát az internetes közvetítés, amire rá tudtok még most csatlakozni, az egy külső képet mutat, de ahogy elgondolom, az is nagyon-nagyon jó lesz majd. A kis kamerák képét később fogjátok meglátni. A biztonsági mellény hátulját rögzítette a két kaszkadőr barátunk, reméljük, hogy jól rögzítette ehhez a bizonyos székhez. A lábad a szabadon mozog, ugye? A lábam szabadon mozog, annyit kértek tőlem, hogy előttem van a fékező szárny, ha arra rálépek, nem nagyon tudunk fékezni, tehát próbáljak meg úgy üldögélni a levegőben, hogy erre a fekete sávra, ami itt van előttem, végig a gép mindkét szárnyán elől, arra ne lépjek rá, mert az a fékező szárny. Így van, így... Mondom, drága barátaim, nem lesz gond, ígérem, hogy nem fogok rálépni. Nyilván erre fogok figyelni 300 méteren, hogy mire fogok rálépni, vagy mire nem. A másik instrukció a lehajolás, amiről már ugye beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen, ha már nagyon nem bírom és nagyon feszít, hajoljak így előre, így, ez az állás, mutatom, mert így egy kicsit tudok pihenni. Mondom, srácok, köszönöm. Tehát nagyon hasznos információ. Igen, ez egyébként nagyon jó, hogy a fékező szárnyon van közvetlenül. Esetleg előfordult egy olyan helyzet, hogy a pilóta fülkeveimre azt mondja, hogy na mi az anyá? Akkor egy picit lassul a gép, de csak a jobb oldal. Jó, a pilóta nem tudom, hogy hall-e. Ernő, Imre, hallotok? Nem, villas. Jó, velük van egy egyezményes kézjel, tehát ha én látjátok, hogy én nagyon integetek valamit, valahogy mondjátok el nekik, hogy a Bali kommunikál valamit. Jó, nagyon jó, még egy kört. Nem tudom, ahhoz mennyire hozzá vannak, vagy vannak hozzászok, hogy ők nézzék, hogy mi történik a gép jobb szárnyán. Szerintem permetezés közben nem nagyon kell azt figyelni. Szerintem az integetés önmagában az egy nagyon jó ötlet, viszont lehet, hogy át kellett volna venni velük különböző jeleket, hogy ezek az integetések a részéről mit akarnak elképezni. Mert ők szerintem mindent úgy fognak majd föl, hogy eupória, nagyon tetszik nekik. Nagyon jó. Írja a srác, jó fej. És nézd meg, hogy ők hogy izgulnak, kihajol és fényképez. Ennyi. Ezt nem fogják elinni otthon. Következő történik, elgurulunk egyenesen, megfordulunk. Jani, neked közben integetnek, hogyha ott maradsz, ja? Akkor lekaszálnak. Tehát ez nem biztos, hogy jó. Elindulunk és itt fogunk állítólagosan felszállni előttetek. Utána pedig tesszük az iskolakört. Kisebb-nagyobb fordulókkal. Egy dolog nyugtasson meg, ha a gép mégse tudna felszállni, és oda abba a facsoportba becsapódik, akkor neked nem veri ki az ága szemed, tudod? Mert van rajta csisak, úgyhogy ez szerintem egy jó. Jani, mit látsz a távcsövön keresztül? Te tényleg távcsővel nézel? Igen, most gyakorlatilag azt látom, hogy a Bali bal halántéken elindult egy tejcsepp. Bishop. Persze, a nevem Bishop, és fejet izzadom. Ez egy droid, ez a elindult, ez a pillanat, az na. AN2-es 9 hengere felpörgött, elindult a lapát. Gyerekek. Mi van? Komolyan mondom, aki ezt kitalálta. Elindult a lapát. Hát lapát, igen. Hogy hívja? A motor egyébként már be van melegítve, tehát ezzel már igazából probléma nem lehet, de mi más probléma lehetne egyébként egy olyan gépnél, ami annyira biztonságos, mint az AN2-es. Balázs nagyon-nagyon lazán ül fünn. Én ennél lazábban őt ülni még soha nem láttam. Föltette a kezét a háta mögé, a feje tetejére, egyelőre még jól érzi magát. Az AN2-es légcsavarja már föltörgött, kis melegítés, és ebben a pillanatban elindul a gép, most megy ki valószínűleg a kifutópálya végére, és az uralkodó széljárással szemben fog majd felszállni. Na, srácok, hallottok? Hallunk, nagyon jó minden. Mondjad, milyen érzés? Egyelőre közelítünk egy szénabál bogjához. Remélem, pilóta barátaim látják, hogy ezt ki kell kerülni. Már most nagyon nagy szél van. Tehát azt már elmondhatom, némileg a frizurám összeborzolódott, ez kicsit zavar. Akkor most álljunk le! Álljunk le! Álljatok le, hívjátok a stylistot! Ezt így nem csinálom tovább. Hol a hairstylistom? Na jó, komolyan mondom.
Nagyon sokat látok egyébként. Most fogunk ráfordulni a felszállásra, és onnantól kezdve, hát ezt már nagyon megúszni nem lehet, azt gondolom. Nyugodtabb vagyok, amire számítottam, de hát tudjátok, mit mondott a ti öreg barátotok? Minden fejben dől el! Így van, gyerekek. Is van, így ebben is a pillanatban az AN2-es ráállt a kifutópályára, a felső szárnyon Sebestyén Balázs bekötve, és most egyeztetik a pilóták a felszállási engedélyt, ha ezt megkapják, akkor teljes gázzal előre elindul a gép, és előttünk néhány méterrel fogják fölkapni a gépet, amelyen Balázs, te üldögélsz. Ezt nem győzzük hangsúlyozni, ha elfelejtenéd, akkor még egyszer mondom, a szárnyon vagy 6 méter magasba! Jó, ne piszkáld azokat a rögzítéseket, már nem tudsz leszállni, innen nézek mindent. Basi, fönn vagy! Így van, felemelkedek! Úristen, gyerekek, egy másodperc alatt! Mondja, milyen érzés! Nagyon ott vagy! Iszonyú király! Nem hiszem el, gyerekek, ezt látnotok kell. Azonnal mindenki a netre. Elszállt az emberünk, az AN2-est fölkapták, most körülbelül 30 méteren lehet a szárnyán. Sebestyén Balázs egy jobb fordulóval megindult, utána küldtünk egy helikoptert, ha leeszne, akkor legyen, aki kimenti. Egyelőre nem látjuk a gépet, csak a füstöt. Ja nem? Visszatért, jól van, megvan. A repülőgép egyébként ebben a pillanatban szépen jobb oldalára dőlt, és amiről már korábban beszéltünk az adás során, hogy gyakorlatilag ezek a kis jobbra borítások, ezek a legmeredekebb pillanatai a repüléseknek, mert így gyakorlatilag elveszíti azt a kis képességét, hogy tájékozódni tudjon. Most már egyébként vízszintesen repül. Beszélj, Bazsi, hallunk, beszélj! Gyerekek, nem nagyon tudok beszélni, mert eléggé feszítenem kell magam, hogy ne lépje le a sisakot a fejemről. Hát az, hogy ez egy beteg dolog, azt én tudtam, de hogy itt ülök egy szárnyon, ez olyan, mintha álmodnék. Egy rettenetesen durva jobbfordulóval próbálunk éppen valóban fordulni. Jobbra zöld, belettem kék, alattam barna. Gyönyörűen hallunk, úgyhogy nyugodtan közvetítsd, hogy mi az érzés, mit látsz, mindent hallunk, minden szabadat. Gyerekek, a szél az... Igen? Akarsz mondani akartál valamit? Ideges Balázs, itt vagyunk! Ez az, gyerekek! Ez a része konkrétan olyan, mint egy légitámadás. Az a baj, gyerekek, hogy nagyon-nagyon erős a szél, és nagyon kell tartani a fejemet fasizókból, hogy ne szakít. Tehát nem tudok nagyon beszélni, de remekül hallok benneteket. Most lefogjuk el a házukból, hogy tök jól néz ki a medencém. Már megérte a beruházás. Ugye, a látvány egyébként innen lentről nagyon egyszerű. Tehát, hogy gyakorlatilag megy egy repülőgép, nem túlságosan magasan, nem túlságosan gyorsan, és valami van a szárnyon. De nyilván ezt a szárnyon átélni egy picit más érzés. Jól mondod, János, nem sokkal. Tehát egy egészen picit más érzés. Valamiféle autópiac fölött repülünk, Jani, vannak használ. Dacia! Ja, oké, okay. Dobja a kártyát! Figyelj csak, szólj a pilótának, hogy ne menjen olyan alacsonyan, mert azt a bizonyos verébrajtot föl fogja majd riasztani, és abba pont belementek, tehát az nem túl jó. Egyelőre nem látunk semmit, de a motorzaj megnyugtató, az még ketyeg. Valahol a budaörsi repülőtér környékén, most talán az M7-es autópálya fölött lehettek. Hallasz még bennünket? Hallok életeket, igazából... Fölött, meg egy temető fölött, ez igazán ízlésed. Jó, na, fordítsd el a tekintetet a másik irányba. Egy picit morbid tréfa a pilótától, de egyébként szeretem. Kicsosan van, az a baj, hogy annyira erős a merencéje, hogy rettenetesen kell a hasamot tartanom. Hajolj előre! Tudod, ez volt a megbeszélt jel, ha nem bírod, akkor hajolj előre, úgy talán jobban tudsz beszélni. Jani, most repülünk el a tető felett, van akciós csirkemell a tesszétnak! Hazafelé mindenképpen beugrok! Vigyázz egyébként, hogy merre és mit nézel, balra temető, jobbról vándorcirkusz. Dupla veszély! Figyelj, zseniális egyébként a látvány. Ugye csak gyakorlatilag egy ilyen 50 méter magasan van jelenleg a repülőgép. Jön le, leszállás következik. És jöttök lefele? Nem tudom, igazából úgy néz ki. Egész biztos, a repülőgép 3 méterrel a föld felett megközelíti a talajt, és nagyon szépen leteszi a pilóta. Szépe a letevés? A fékszer mozog alattam folyamatosan, kicsit elfelejtettem, hogy nem szabad rálépni. Lent vagy a földön, Balázs! Lent vagy a földön! Hihetetlen! Nagyon-nagyon nagy élmény, nagyon-nagyon nagy élmény. A szél az nagyon-nagyon erős, tehát nagyon tartani kell, de olyan perspektívából látod a földet, ami egész egyszerűen hihetetlen. Várjál, ami az a gép mögött gurul, az micsoda? A gyerekek megint berúgták a focilabdát, vagy leesett a feje? Szerintem a kerék. Igen, na úr, nagyon kellett tartani. Ők végig egyébként kajáról röhögtek benne, két ilyen jól szórakozó ember, a két pilóta Erdős Imre, végig fotózták az egészet, és nagyon jól szórakoztak. Imre néha így kiintegetett, miközben bal kézzel fogta a botkormányt.
A szél volt a legerősebb, tehát amire az ember nem számít, hogy nincs félelem, meg semmi, a szél az, amivel egyszerűen nem lehet mit csinálni. Olyan, mint a tépni le a fejedről a sisakot, és megy hátra az egész tested, az nagyon durva, tehát az a legkeményebb. Balázs, messze vannak a mikrofontól a kedves nézőink, ezért nem hallhatod, hogy mindenki azt kiabálja, hogy még egy kör! Még egy kör! Esélyt inkább! No, kérem szépen, begördült a gép, lent van! Megtörtént! Itt vagyunk, kérem szépen! A budaörsi repülőtéren itt a srác, aki megjárta az eget egy AN2-es szárnyán! Ez az! Ezt eddig Magyarországon egy ember csinálta meg, de ő neki ez a szakmája, a hivatása, kaszkadőrként! De itt van Magyarország első AN2-es repülőgép szárnyán utazó rádiós és televíziós műsorvezetője. Élsz, Bali! Hello! Ott vagytok! Hey! Hello! Szia! Hozhatjuk a platina implantátumot a nyakadba? Nem, inkább vedd ki a katétert, mert már... már nem kell. Szerintem már nem kell. Úgyhogy vedd ki nyugodtan. Jött végig velük egy helikopter, ezt nem is láttam igen, közben. Igen, és végig filmeztet, tehát gyakorlatilag test közelből lesz meg minden egyes felvétel a repülés teljes hosszáról. Gyerekek, ennél petekebb dolgot még soha nem csináltam. Tehát, na, hogy ez most gondolkodhatunk a következőre. Tehát ez valami elképesztő. De jó volt? Konkrétan olyan érzés, mintha repülnél. Tehát nem tudsz mivel kapaszkodni, nincs nagyon alattad semmi, nincs tájékozódási pont. Tehát ugye a repülőben, ha ülsz, akkor azért ott végig is kinézel, van ablak, bármi. Ez olyan érzés tényleg, mintha repülnél. Tehát mintha semmi nem lenne, alattad is repülsz. Egyedül tényleg ez a haselőre, ez szinte lehetett volna még repülni, de nem bírod tartani, annyira tép hátrafelé, hogy nem bírod tartani. Igen, azt mi szereltettük le azt a tarkótartót, mert hogy túlsúlyos volt a gép, tudod? Úgyhogy ennyi. Azért kértük. Jön lett volna egy hátábla? Le kellett a gyereknek. Nem, Janinak haspadnak otthonra. Figyelj, egyébként tökéletes az a jó, hogy most rengeteg tapasztalata vérteződtél fel, és a későbbiekben természetesen a következő második, harmadik, negyedik alkalommal már ezeket a tapasztalatokat fel tudjuk majd használni. Sokkal jobb széked lesz legközelebb. Megígérjük. Itt a srác, kikötötték a mi barátaink, akik vigyáztak rá végig. Nem biztos, hogy lehetok azért most jönni annyira. Most már leesett, ez csak 6 méter. Az milyen ciki lenne, leszállás után leesik és eltörik a lába. Igen, megcsúszta a lábát, hogy jaj! Akkora rohadékok vagy te komolyan, hogy ezt nem tudom mondani. Jaj, gyerekek, izomlázamban már most. Tehát igaz? Igen, nagyon durva. Igen. Na, látod, hogy még vannak rajtad izmok? Király volt, tudod, milyen jó látvány volt lentről? Jól nézett ki? Megőrültem. Jó volt. Amikor átrepültem egyszer, akkor nagyjából megpróbáltam kivenni, hogy hol vagytok, annyira kapaszkodtam, hogy nem nagyon láttam semmit. Ahogy emelkedett a gép. Azt nem is lehetett érezni egyébként. Fordulj meg. Megfordulok. Ide, jó, ott vagy, igen. Gyere le. Jó, az is jó. Jó, arra, ügyesen. Itt van. Jó, az jöjjön a párhuzamosan. Jöjjön a puka, várja, hogy segíti. Várja. Ne, úgy. Király! Yes! Azért nem mondom, nagyon hogy rossz. Isten nem hozta a földön, reméljük békével jött. Nem vártunk senkit. Tudod, mekkora élmény volt? Látni, figyelj, szemből, ahogy elindult a gép a földről, elemelkedett, és ott ültél a szárnyon, én megőrültem. Zseniális. Nagyon jó volt. És volt az a dolog, ami kívülről jobban néz ki, mint ülni rajta, mert nincs érzeted tulajdonképpen. Tehát semmit nem tud. Láttam, hogy egyszer átrepültünk, de még azt sem tudom megmondani, hogy pontosan hány kört mentünk. Tehát, hogy ez így mind nincs meg. Hát szerintem ez látványnak is, meg belülről is hatalmas élmény volt. Tehát nézni is óriási volt, meg biztos, hogy belülről is hatalmas lehetett. Hogy kirakod a kezed, és így alákap a szél, akkor az olyan, mintha így letépne hátra. De konkrét repülés élmény, tehát elképesztő. Milyen kár, hogy ezt nem kapcsoltuk be. Jó, de már nincs belőle. Fél órát már rögzítettem. Hihetetlen, hogy mit bírnak ki ezek a faszékek. Még ha faszék lett volna, de hogy ezt fölmondták, hogy ez egy kempingszék volt, amit akciósan vettek még tegnap. Azért így néha-néha az ember lenéz a rögzítésre. Tehát amikor érzed, hogy szakít hátra a szél, és nem tudsz előre görnyedni annyira erős 150-160-nál, akkor azért úgy tudod, egy-egy pillantás így ment a csavarokra, hogy azért még ott vannak-e. Tehát akkor ugye azért eszedbe jut, hogy gyors hanyattal ott még valami vicceset tudsz mondani. Igen. És aztán... Hát igen, mert akkor azért eszedbe jut, hogy éveken át hízlaltad az arcodat, és most ez mind visszaüt. De élőadásnál inszebb. Zseniális volt. Na jól van, oké. Hát hallgassuk meg szerintem, hogy mi történt veled kora reggel. Ez ott a szátszél egy cserebogát. Semmi egy kisebb eréb rajja találkozom, ne törődj vele. De bekapdossam őket egyenként. Meg Feri repülését is, mert azért az hát, szerintem... Van sípunk. Tessék? Van sípunk. Ott csak sípunk lesz. Hogyha szerintem a hallgatók ma csak fele annyi élménnyel gazdagodtak így a rádiót hallgatva, vagy a streamet nézve, akkor már megérte mindenkinek. Mi szerintem óriási életre szóló élményekkel lettünk most gazdagabbak ezen a napon. Hogy érted? Férfi vagy hős?
Kislány. Férfiak már még nem éreztem ma. Férfi már évek óta nem vagyok. Na jó, jövünk a nap legjobb pillanataival, aztán jövünk vissza már is. Ez történt a Morning Show-ban. Szia János! Vigyázz magadra! Hátja úr is! Halljunk egy jó motorröfentést! Brum, brum, brum! Nem mondasz semmit? Egyszer verhovináztam, annak zúzósabb hangja volt. Még egy utolsó, de szeretlek benneteket, vagy valamit. Mindenkit nagyon szeretek, de leginkább élni! A motor felbőgött, hány lóerő? 60? 55 azért, ne nézd, ne nézd többnek, mint amennyi. Szeretek vagytok. Csubi, Csubi, kész a hiperhajtómű? Azt mondtad, megjavítottad. Megindult a gép! Istenem, 3, 2, 1, bevizeltem! Még a földön vagy! Figyelj, most emelkedett el! Na milyen, Jani? Atya úristen! 15, 20, 40, 50! Figyeljetek, srácok, föntről látok mindent! Hé, ott valaki üzekedik a bokorban! Zseniális! Valakinek integetek, ő visszainteget! Nem csak mutatja, hogy laza a csavar! Csak a tudtodra akar adni valamit! Rossz az irány, rossz az irány! Leértékelés van a praktikerben, visszafelé beugrok, ha túléltem. De az iskolakör, azt tudod mi, hát hogy a pilótád is most tanul. Annak, aki géppel száll fölébe, csak térképet áll, és nem tudja, hogy be vagyok kakál. De milyen egyébként? Milyen egy ilyen kis lélekvesztő repülni? Jó, nem? Tehát folyamatosan kapaszkodok a mellettem lévő csövekbe. Nincs máshol hely. És az a baj, hogy a pilótám fulladozik, mert gyakorlatilag van egy lábkulcs fönt a derekán. Elől összefogva egy klasszikus jiu-jitsu technikával próbálok meg egy kis erőt meríteni az ő testéből. Én integettem, láttad? Igen. De én nem, mert nekem fázik a kezem. Igen, a Feri nem vette ki a zsebéből a kezét, ne haragudj. Nagyon hideg van itt lent is. Elképesztő. Most már például embereket nem tudok kivenni ilyen magasságról. Ez egyébként nem csoda, János, 300 méteren vagytok, onnan már ritkában lehet, igen. Nem hiszem el, hogy még itt is trafiznak. Figyelj, komolyan kérdezem, hideg van fönt? Hideg van, nem? Várjál, most egy ennél fontosabb kérdés, biztos, hogy nem kellett aláírni azokat a biztosítási kötvényeket? Én itt integettem neked, hogy írd alá, de már nem hallottál, mert szálltatok föl. Azt hittem, hogy autogramot akarsz. Egy utolsó. Igen. Na jól van, János, hogy megkezdték az ereszkedés, szerintem landol a budaörsi reptéren villogó leszálló fények közepette. Közvetítsd a leszállást, Jani! Na mi van, csírás? Na mi van? Senki nem lehet benne! Mégis megcsináltam! A pilóta jelvényem! A pilóta jelvényem akarom most! Ebben a pillanatban János leszállt egy jó 20-25 perces sárkány repülőzés után, hasonlítva Dumbra, amikor Espenbe mentek a motorral, ami egy liki teszik százon, robbá fagyva. Na milyen volt? Közben János gurul a beton felé. Várjál, most egy picit ilyen amatőr masszőr mozdulatokkal megpróbálom visszatolni a hasüregemből a rendeltetésszerű helyére a heréimet. Jó nagyot repültetek! Nagyot, nagyot! Én megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá, hogy ennyit. Motoros sárkányosok körében van egy nagyon kedves szokás, hogy az első repült köröd után van egy beavatási szertartás. Mindenkinek fizetek egy kört a reptére. Na? Na? Te szemét! Gyere, üssed! Ne, de nézzel! Jaj, Balázs! Balázs, ezer közül is felismerem a kezed! Van egy ilyen avatás, hogy kis pacskolás? Első repült kör után. Na, milyen volt? Tényleg jó volt, hát nem? Hihetetlen volt így szúnyog kettővel föntről látni a sasfészket. Most írjuk a betétlapot, de megértem, mert láttuk Janit. Így valaki egyébként teljesen komolyan. Tehát... Valaki összekoccantott téged. Most nézve. Még elfogadom egyébként, mert nyilván egy kicsit korábban jöttek be ezek az SMS-ek, ezt a janizás, de én nem Jani vagyok ezentúl, hanem kis turul. Itt van velünk Goleti Csimre, hello Imre, jó reggelt! Poénkodtuk azzal, hogy a helikopterünknek majd az egyik hajtóművet költséghatékonysági szempontokból nem indítjuk. Hát most kitoltuk a hangárból, szerettük volna ide áthozni a stúdiótok elé, és úgy döntött magától, hogy tényleg nem fog elindulni. Úgyhogy per pillanat elektromos problémával küzdködünk, keresjük a hibát, de van megoldás, igazából sajnos... Mennyibe van ez neked, Feri? Kit fizettél le? Kilóg a politika zsebéből, az olték? Komolyan. A jó Isten nem fogja, ezt most nem mondod komolyan, hogy az a
tart az a gép. Ez ne... Ebben nem a te kezed van, Feri. Én tudod, hogy mit gondolok erről. Én azt gondolom, hogy gyáva vagy. Nem. Én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Tehát a sors mindig valamit megelőz valamivel. Ha most a sors van reggel úgy döntött, hogy neked nem kell kötélen lógnod, mert a helikopternek nem indult el az egyik hajtóműve. Hát kik vagyunk mi, akik szembe megyünk a sorssal? És azt, de most komolyan mondom. Ha ma nem leszek buddhista, akkor soha. Azt látom közben, hogy viszont itt van egy hajtóműves, vagy rotoros, vagy egy hajtóműves. Jelentsenek ezek a szavak bármit is, teljesen mindegy, ne akadjunk el ilyen részleteken. Tehát, hogy ez itt van. Nagy szeretettel innen köszöntöm a pilóta urat, hogy tud-e olyat mutatni, amire azt mondod, hogy azt még tese. Tehát, hogy inkább nem ülnél be. Olyat nem mondok, hogy ő olyat fog veled tenni, amiben én se ülnék be, de garantálom, hogy élménymentesen nem fogsz lejönni. Úgyhogy azt látom, hogy megfogadtad jó tanácsom, hogy sötét alsót vettél föl. Figyelj csak, reptessük már meg a Ferit úgy, hogy... Gyerekek, azt senkit nem zavar, hogy ennek a gépnek nincs ajtaja? Ez mi? Ez üzemszerű? Igen, ez akár üzemszerű is lehet, bár ez kimondottan a hatás kedvéért lett így pluszba, hát úgymond pluszba leszedve róla. Pluszban leszettétek gyorsan az ajtót. Jó! Akkor menjünk helikopterezni. Hát akkor, gyerekek, térdre, uraim, metál! Szia, Feri! Szevasztok! Szia! Fogalmad nincs, hogy mi vár rád szerintem. Azt mondta Ferenc, a pilóta, hogy csak olyan dolgokat fogunk csinálni, amit bárkivel, bármikor, mindig. Szevasztok! Ez elindult! Ebben a jó pillanatban jó. Feri elkezdett emelkedni a helikopterrel. Hát... Helyben forgunk, nagyon menő! Már egy helyben forog, online közvetítésünk a látható, 10 méterre a földtől egyébként Feri folyamatosan forog, és hátrafelé kezdett el emelkedni a helikopter. Na most az van, hogy én repülővel másokat mentem, helikopterrel pedig, Jézusom, Atya Úristen, gyerekek, beszarok, jaj, bocsánat! Ez nagyon jó, Ferikém, jó ide jó! Gyerekek, ez olyan, mint amikor nézel ilyen izéfilmet, ilyen háborús filmet, ember! Egy zuhaló repülésben elindult. Jézus Isten! Ember! Egy zuhaló repülésben elindult befelé! A föld felé, és kb. 20 méterrel a föld felett a pilóta fölkapta egy nagyon durva balkanyarral. Ajajajajajajajaj, ne! Jézus Úristen! Jézus! Konkrétan olyan, mint a zuhanó. Júj, srácok! Kiváló! Kiváló! Sokkal ez jobb, a lejövetel, körülbelül nem tudom mennyi lehetünk, egy 150-200 méteren. Gyakorlatilag egy picit állt a gép, és utána fogta Feri, és egy másodperc alatt lejtette. És ezt ugyanezt megcsinálja a repülésből is, júj! Feri zuhar újra a helikopterrel a kifutó felé. Ez életem legnagyobb élménye, nem gondolom, hogy még egyszer fogom ezt kérni. De ez valami fantasztikus, ahogy megyünk a stúdió felé, most meghúzza, megint fölmegyünk, és megáll, és azonnal ejti le. Jézus, nagyon zuhanó repülésben a Feri megindult megint a fű felé. Ez itt a Morning Show! Gyerekek! Ugye? Hát, az az igazság, hogy azért ennyire már régen örültem a laptopomnak, a napszemüvegemnek, tudod, a sluszkulcsomnak. Tehát ugye az ember, amikor így visszatér és újra találkozik a kis szeretett dolgaival, hát azért nem mondom, hogy nem rossz, hogy túl vagyunk rajta. Szóval volt izgalom bőven, de ez elmondhatatlan. Tehát, hogy nem is tudom leírni egyébként, hogy milyen volt ott fönt. Nem lehet. A videó majd nagyjából látszik valami, de érzetre akkor se lehet elmondani, hogy ez elképesztő. Igen, mert hogyha az ember mondjuk egyetlen mondatban el szeretné mondani azt, hogy te mit csináltál azon a képen, akkor csak annyit kellene mondania, hogy nem rendeltetésszerűen használtad. És ebben minden benne van. Az a durva, hogy egyébként ez így fönt is eszembe jutott, tudod, amikor egy pillanatra így átfutott a kanyarnál, amikor elrepültünk itt a hiper, meg az autó, nem tudom, amilyen használt autókereskedés, meg ott a temetőföld, hogy egyébként tényleg, ugye akkor láttam meg a gépet, mert az végig egy jobb kanyar volt, és én ugye elindultam lefelé, a gépszárnya fönt fölöttem a másik. A pilóták is kicsit dőlnek, és ránéztem a gépre egy fölülre, mert ugye én voltam alul a forduláson, hogy mit csinálok itt? Miért ülök egy szárnyon egy pillanatra? Tehát ez így átfutott az ember agyán, de érzésre egyébként egész egyszerűen elképesztő. Én mondjuk ablak mellé kértem, tehát hogy kicsit... Nem ennyire közel. Ablak mellé kértem, de nem kívülről. Igen, picit hiányzott a kétering, azt hittem, hogy legalább egy pura kontraszt volt eközt meg a business class között. Igen, nem értettem, hogy miért nem hoznak pesgőt a beszállásnál. Tehát ez egy picit fura volt, az ablak melletti helyet is hiányoltam.
illetve az epret, de hát mondom, akkor ez biztos egy fapados. Na, egy félkomoly kérdés akkor, mi van a tériszonnyal ilyenkor? Nem tudsz rá gondolni, nem jut eszedbe, meg azért egy erején egyébként tényleg kicsit így rágyúrtam agyban, de nem tudsz, annyira feszíted és annyira tartod, hogy nem jut eszedbe a tériszonyad. Olyan, az érzet olyan, mintha belülről látnád azt, amit ugye látsz a repülőn, amikor repülsz, tehát ugyanúgy, ahogy fordul, csak ugye a menetszél, a zaj, az a hihetetlen szakító erő meg nyom hátra, ami érzékelteti, hogy szárnyon ülsz, tehát nem tudod elfelejteni, nincs meg a komfortérzeted. De maga, amit látsz, meg hogy az egész az olyan, mintha benn ülnél egy repülőn. A tériszony az hál' Isten nem jött elő. Amikor elindul a repülő, és volt ez a pici felszállás, akkor így huppantunk egyet, az mondjuk nem volt jó, de utána onnantól kezdve egy küzdelem az életedért, hogy fönn maradj a székbe, húzod magad előre, eszembe jutott, le kell görnyed, nem úsztam magam előre, nem tudtam előre menni. Tehát, hogy nagyon kemény. Tériszony, a legutolsó, amire gondolsz, a tériszony. Hányszor mondtad, és már kezdtük is elhinni, hogy tényleg, hogy minden fejben dől el, közben meg Fekete Lacinak volt igaza. Csak az izom, kis táska, csak az izom! Igen. Néha volt úgy, hogy mondom, ha most megyünk még egy kört, azt nem tudom, hogy fogom tartani. Mert ugye lazíthatsz, csak a lazítás azzal jár, hogy kicsit elengedsz, és ugye kiegyenesedsz. Abban a pillanatban tépi le a bukót a fejedről a menetszél, tehát folyamatosan előre kell dönteni. De nagyon szép a látvány, nagyjából be tudtam lőni, hogy hol vagyunk, és azt még sajnáltam, ugye, hogy nem tudtunk elmenni a hallgatóink felé a másik irányba, mert az iskolakör az folyamatosan jobbra megy, illetve mint később megtudtam, neked a sárkánnyal ugye kifele az M1-M7 felé, és nagyobb mozgástered volt, mint az A2-esnek, aki így tudott, tehát nem tud berepülni egy másik reptér miatt. Mi nem arra mentünk, a szél vitt arra. Igen, a ti repülésetek improvizatívebb volt, tehát ahonnan fújt a szél, tehát mi ezért tudtunk folyamatosan két jobb fordulót. Most menjünk arra! Igen. Kétkor mentünk? Mennyit mentünk? Kettőt. Nagyot. Az átrepülésre szintén emlékszem, megpróbáltak benneteket valahogy megtalálni, de nem találtalak benneteket a tömegben, hogy hol vagytok. Ugye kettőt mentünk, át. És most egyébként 1:30 van. Néhány órán keresztül ájult voltál. Csak meg kellett várni, hogy magathoz térj, hogy le tudjatok hozni. Igen, mégse szedhetnék le ájultan ennyi sajtóorgánum előtt. Ja, gyerekek, hát jó volt, de úgy most egy időre pihenjünk, nem? Menjünk vissza a stúdióba, csináljunk onnan a dát. Milyen fura egyébként, hogy örülni tud az ember azoknak a falaknak, azoknak a gipszkartonoknak, meg azoknak a rácsoknak az ablakon. Igen. Milyen szépen tudni. Ennyire még nektek sem örültem soha. Hatkor, amikor itt bemegyek, nagyon fáradtan, nagyon álmosan, meglátom, hogy te valami sütemény majszolsz, te ott bújod a gépet, nem tudok annyira örülni, mint amikor ma megöleltelek benneteket. Figyelj, egyébként csináljuk már azt, hogy mindig olyan 5-kor elmész, repülsz egyet az A2-es, aztán bejössz, soha nem leszel rossz fej 6-kor. Mindig pörögsz. Nem, mindig örülsz majd neked. Mindig van téma. Ennyi. Járjál be így. Nem mondta, hogy nem lenne menő. Leszállsz az ülőin így. Ott ülnék, így hátratett kézzel leszállnék az ülőin. Igen. Jó, de amit azért ne feledkezzünk meg, hogy amit ti végigcsináltatok, azért az se. Szóval te kis lélekvesztőddel ott reggel 7-kor a szélben, te a helikopterrel, az majd a videón fog igazából látszódni, mert ugye mi próbáltuk átadni, meg hát ugye azt gondolom, hogy a te közvetítésedben is ott volt a Kraft, ha lehet így mondani. Picit kevés maradt benne az ismét. Igen, az ismét viszonylag sok síp lett volna, ha azt mind leadjuk, de hogy azért az a videón fog kijönni, hogy téged nagyon megtáncoltattak, Feri, szerintem te azt benne nem is tudod, hogy te kívülről egyébként mit kaptál, tehát hogy az hogy nézett ki. Elképesztő volt. Úgyhogy hát nagyon. Hmm. Nem? Mi mondjuk nagyon röhögtünk a járvány. Hát nagyon nagy volt. Én konkrétan kerestem a távirányítót. Mi meg itt izgultunk a Balázsért, lenne a földön. Semmi humor. Azért kicsit ment a rohadékoskodás azért. Néha hallottam, szóval végig ott voltatok. Persze, volt, hogy röhögtem, csak nem tudtam válaszolni, annyira erőlködtem. De... Egyébként annyira jól nézett ki kívülről, hogy az ember már tényleg elkezdett egy picit irigykedni. Úristen, de nagy lenne ezt kipróbálni. De jó, azért, hogy mégis ő van fönn, és nem mi. De nézd, hogy repül, sose integettetek még ilyen őszintén. Mi volt a jelszó, azt már elmondhatjuk, hamburger. Nem? Igen, a Feri elmondta, hogy hamburger, az csak volt, mi akkor még nem árulhatjuk el. Direkt nem mondtuk el. Hát én nem tudtam, hogy a hamburger a jelszó. Hamburger volt a jelszó, igen. Nekem nem szóltak. Azért nem mondtuk el, mert ez lélektanilag nem jött volna jól, mert hogy akkor tudtad volna, hogy van mibe kapaszkodni, akkor érted? Végig tehát, hogyha látod állandóan a vészféket, akkor óhatatlanul is arra kezdesz el gondolni, hogy meg kéne húzni. Így nem tudtad? Igen, így nem volt mit mondani. Köszi, tényleg rendesek voltam. Én meg fönt elfelejtettem, és arra gondoltam, hogy cheeseburger. Big Mac menü. Rántott fagymakarika. Tényleg azért nem mondtuk el, nehogy az elején kimondom, akkor vége a repülésnek. Kicsit szenvedjél. Na jól van, hívjuk a naphallgatóját akkor már is. Tényleg mindenkinek köszönjük, aki itt volt a helyszínen. Nagyon sok SMS jött, hogy Török Bálint, Diós Dér, mindenki állt az erkélyen. Rengeteg SMS, hogy jött még olyan, hogy a Hungárián is valaki felnézett, és sírva röhögött, hogy repülsz Feri, te. Konkrétan. Tehát, hogy mindenhonnan néztek. Van nincs so. Halló, jó reggel, hello. Jó reggel, sziasztok. Hello. Te is egy repülőn ülsz, vagy hol vagy, mert nagyon zajos.
Nem, én most indultam el onnan a repülőtértől, mert ott voltam, végigvésztelek titeket. De jó, köszönjük. Itt bent vagy a másik oldalon a szervizúton? Én a Kölyérben kínáltam egy robogóval, láttál, ott felettem szálltál el, Balázs. De jó fej vagy, hogy kijöttél. Fú, én láttam, hogy ott állnak az autók, de nem volt erőm integetni. Küzdöttem a nyomorúságos életemért, nem tudtam nektek leintegetni. Na jól van, te vagy a naphallgatója. Ugye már csak egy ilyen kis fekete humorral szellemeskedtél, Balázs, sajnos dugóba kerültem, nem érek oda, aláírás a kaszkadőröd. Úgyhogy ezzel te lettél a naphallgatója, gratulálunk és küldjünk neked egy ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgattál. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Mi, ő is? Nem tudom, ez volna? Mint a repcsivel menne ő is. Igen. Hát, hogyha ugyanolyan a hangja, mint repülőn, akkor jövőre mi is robogozzunk inkább. Mindenki azt fogja hinni, hogy valami nagy dolgot csinálunk. Igen. Na jó van, Csabikám, itt vagy, hello! Hogy ne lennék, hát olyan büszke vagyok rátok, szevasztok, hősök! Hello, hősök. Csabi! Hello! Mi újság? De jöttél hétre, hogyha baj van, akkor tudja zenét adni? Itt ülök és hallgatom, és lélegzet visszafolytva vártam, hogy mi történik. És az igazság, hogy bennem azért volt egy kis félelem, hogy hát azért mégiscsak... Benne van az, hogy esetleg visszaléptek, azt mondjátok, hogy jó, hát azért ez veszélyes, mégse tesszük meg, és valószínűleg senki nem haragudott volna, de nem. Tökös nem. Csávók vagytok, nem. Ki kell mondani. Nem, megoldottuk a terotorodat is, úgyhogy visszalépéssel itt szó nem volt. Igen. Jó, van egy-két konkrétum, akiknek ugye szeretnénk megköszönni igazából, mert nagyon-nagyon sokan vettek részt ebben a produkcióban. Ugye a mi drága jó Imrénknek a Fly for Less Kft-től nagyon-nagyon sokat tettek bele, köszönjük szépen. A két ankettes pilóta, Simrén, szintén Jakab Ernő és Bogár Imre, ők voltak ketten a pilóták, fotózkodtak, nagyon sokat nevettek és remekül szórakoztak, amikor egyébként repültem. Két ilyen vidám ember, hogy én néha rájuk néztem, hogy valami kézét, az egyik a térdét csapott, a másik fotózott, a harmadik így nézegetett. De kihezett a repülő. Rendkívül jól szórakoztak egyébként, tehát két ilyen vidám ember, cseppet se nyugtatott meg, de nagyon helyesek voltak. Aztán Matyiko Ferenc volt a te pilótát, Feri, hát hogy én te mennyire... Én hálás vagyok neki, köszi! Hogy te mennyire akarod megköszönni, ez egy nagyon, kis kérdés. Nagyon jó volt. Egy nagy kérdés. Aztán Szász Laci a kis helikopter pilótája, ő jött az Ankettessel, és Magyar Tamás volt a te pilótád. Így van. Jani. Ő igen. Nem pilóta volt, ő emberrabló. Igen, valahol ott a budai hegyek mögül hozott vissza téged. Aztán az én drága jó kaszkadőröm, Gulyás kis Zoli, aki ugye egyébként eddig mindez idáig egyedül hajtotta végre ezt a produkciót. Hát sajnos Zoli, ezzel már nem tudsz haklizni. Igen, sajnos most már az én nevemet is oda kell mellé tenni. Ugye köszönjük a szponzoroknak, nyilván nagyon drágák voltak, együtt csináltuk végig ezt az egészet a hallgatók segítségével az Axnak, és hát a stábunknak, az online stábunknak, Gyuláéknak, Gáboréknak, mindenkinek természetesen, és hát most már előre nem akartam, de utólag a biztosítónak is természetesen. Így van, köszönöm. Az Egon is nagyon jó fej volt, hogy mellénk állt ebben a dologban, hát picit sajnáljuk, hogy nem sajnáljuk. Nem, majd nem akarom az emberüket megismerni. Jó, itt volt valahol, tudtuk, hogy itt van, ott volt nála a nyilatkozat. Nem biztos, hogy kell nekünk találkozni. Akit esetleg kiadtunk, ne adj Isten tényleg mindenkinek. És hát nem utolsó sorban nyilván a hallgatóknak, akik itt voltak mögöttünk a másik oldalon, illetve a bekötő utakon, meg hát SMS-ben, hogy az egész ország ezt így végighallotta, vagy hallgatta. Egy-két feketén humorizáló SMS leszámítva, azért nagy többségben egyébként nagyon sokan drukkoltak nekünk, és köszönjük szépen, drágák vagytok. Egy darabig most pihenünk, már nem Szabira megyünk. Nem is rossz ötlet. De holnap egy Szabi. Holnap után. Jó, hogy feldobta. Hol legyen kettő. De tényleg mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Így van, és a CLB-nek, hogy ugye így a biztosítást van. Keresztbe kötötte rajtunk, bár Péteren nem láttam az izgalmat, akivel szoktunk mi beszélgetni. Szerinte jó volt így. Én nem írtam alá semmit. Köszi. Azt mondták, nem kell, de megnyugodtam. Most már igazából. Na jól van. Meg hát valószínűleg az új lenyomatunk is elég lett volna, ha megtalálták volna az ujjainkat. Hát te, hogy integettél ott, hát nekem nem sok kellett, hogy levigyek. Itt a rotor! Jól van. Te holnap dolgozol, nem vagy, ugye? Én nem jövök holnap, magatokra hagylak benneteket, holnap után nem jön a Jani, úgyhogy te nyerted a legjobbat, te vagy a hős. Én vagyok csütörtökön, meg pénteken. Hát nem voltál a legnagyobb, neked kell képviselni a hetet. Azon, mindenki rád kíváncsi, tessék, kapjanak meg. Így rohadék. Van, odaadunk. Így van. Na jól van, 2 perc van, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, remek zenei lesznek, Csabikám. Köszönöm kérdésedet, igazi kincsek vagytok nekünk, kíváncsi vagyok, hogy mi jön ezután. Minden este hozom nektek Bruno Mars újdonságát, Treasure. De jó, de szeretem azt így a földön hallgatni, te azt a Bruno Marsot. Soha nem örültem még ennek a Bruno Marsnak. 2 perc múlva 10 óra, köszönjük szépen mindenkinek, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok!
Mára ugyan a Morning Show lehúzza a rolót, de mindenki őrizze meg a hideg mérét, hiszen holnap is a mikrofon mögé ülnek az éter nagy ágyúi, Balázs, Feri és Jani. Addig is kívánjuk a legjobbakat, most konkrétan Abaházi Csabát a kívánságműsorral. A viszonthallásra! A viszonthallásra.